és uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 15 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Sziasztok! Hello! Na, hello. Mizu, 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 nálatok jó idő, nálunk nincs. Hát itt. Na, mizu, 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 derék hallottam ezt a számot. Lejátszom? Volt, ja, nem. A Fluor Tomi? Az a mizu, mizu, ugye? Aha, igen. Na, hello, mizu, vagy mi volt? Jaj, gyerekek, hát ez nem tréfa, ez a szavér, vagy nem tudom mi ez, ami most így itt az van. Szavér. Az. Ez nem játék. És ez nem vicces. Hát abból is lehet látni egyébként, hogy az SMS falunkat gyakorlatilag elárasztották a közlekedési infók, illetve a közlekedési infókhoz kapcsolódó időjárás jelentések. Rettenet viharos szél, úgyhogy a kinti autósok már, akik városon kívül vannak, főleg ha egy kicsit magasabb építésű, azért most lehet kapaszkodni. Én is úgy parkoltam, igen, úgy parkoltam, hogy kicsit hátrébb álltam. Nem álltam be így a falhoz, ahogy szoktam. Ja, hát jó, hát itt a mi épületünk környékén. Ne, vigyázz, hogy itt egy homlokfalat. Itt egy szellő elvisz egy homlokfalat, úgyhogy nem mertem elvállalni. De nagyon kemény idő van. Igazából nincs hidegebb, mint tegnap reggel, csak ez a jeges északi szél, ami lazán ilyen hóáthúvásokkal még egy kicsit így megspékeli a dolgot, ez nem vicces. Hát ez nem. Ez nem annyira vicces. Úgyhogy a hőérzetet picit megzavarja. Na, megérkezett a Mikulás? Meg. Itt volt? Megjött? Aranyos volt? Hozott mindent? Én láttam a vénkaporszak állat elsurrant. Elsurrant? Így van. Szerintem lesz valami otthon az ablakba. Csizmát tettetek ki? Csizmát tettetek ki? Virág nem még van ez, hogy megpucoljuk? Nem, neki már rohadt nagy lábom mindig leesne, nem lehet hova felakasztani, meg nem akarom, hogy túltereljük a kilincset vele, de a párkány. Mikor jött? Hajnalban? Tegnap este? Hajnalban érkezett? Elszúrtátok? Hát jó, én szeretek ott lenni az ilyen pillanatoknál, de tegnap esténk egy kicsit zavaros volt, és akkor inkább áttettük ma reggelre, tehát ezért hajnali 3-4-5-kor, hogy botorkálok ki a fürdőszobába, 2 darab gyermek, illetve főgyermek állt. Apa pisilni kell, mondom, be a WC, aztán vissza a szobába. De apa szomjas vagyok, a fürdőszobában tudsz vizet inni. De szerintem nekem fáj a fejem, vegyünk be gyógyszert. Várták már mi? Hát jöttek volna ki, érted, és akkor mondtam, hogy na jó, van, visszamegy mindenki aludni. Nincs még itt a Miklós. Igen, sajnos erről mi lemaradunk. Tehát ez egy olyan könyörtelen dolog egyébként, hogy nem látom én se. Most olyan mérges vagyok erre, hogy most a gyerek fölkés, nem vagyok ott. Igen. Ez szörnyű, igen, hogy mennyi mindent áldoz be az ember egy reggelért. Nem? Egy reggeli műsorért. Hogy ott van a kis csizmácskája, benne van valami, nem tudom, haza Mikulás. A Mikulás nem egyeztetett velem. Oh, húsvéti tojás. Megmaradt Anna, nem volt elég locsoló, vagy mi van? Köszi szépen, még mindig gyártják, de fura. Mit hozott a Miki? Hát, hozott egy nagyon klassz meleg kesztyűt, mert hozott nagyon-nagyon finom keserű csokit, mert én keserű csoki párti vagyok. Ez a Mikulás, hát milyen aranyos, és hogy tudjam. Megjött tegnap este hozzánk, képzeljétek. Lehet, hogy azért nem jutott el hozzátok, aha, mert nálunk, a mi környékünkön cirkál. Slogorú boxer alsóban jött, vagy mi? nem láttuk. Csak suhant. Átsuhant? Besuhant, és ott nagy volt? Nagy öröm volt. Igen, de nagy jó. Öröm volt. És ma reggel már látta a Karina is? Ő tegnap este. Tegnap este. Egyébként ti csináltátok jól. Szerintem ez kellett volna. Tök mindegy, a kicsi gyerekeknek még mindegy, hogy 5-e este vagy 6-a reggel. Tehát, vagy 5 vagy 7-e reggel. Tehát megcsináltuk volna mi szombat reggel egyébként. Simán. Az nem jó, mert ha megy ma oviba, tudod, akkor a többieknek már megjött, neki nem, az nem jó. Ja, az nem jó, igen, mert megy a oviba, és akkor mindenki jön az ajándékaival, meg a csoki Mikulásokkal, a te gyereket, meg ott áll szegény. Ezen én is gondolkoztam, de aztán rájöttem, hogy az kész, hát ott kinyírják. Többiek. Mi van? Felétek már nem jött a Mikulás. Nem kaptál semmit. Ilyen panna, nem jött neki. Ami ezt hallgatná. Melyik felekezethez tartasz? Hát ennyire komoly kérdés, nem tudom, hogy elhangzott volna. Itt nagy a korán érne. De a tegnap estét azt elszúrtuk, úgy kellett volna csinálni. Fürdés alatt hallani, hogy hallod, ott megy. Hallgass, itt van bent. Igen, hát így kellett volna. Így volt? Így volt, igen. És hallottátok a lépteit? Hallottam a neszezést. A neszedés. Igen, hogy megmozdult a függöny. Láttad? Mondta Karina Péternek. Én láttam. Ugye, hogy mozgott a függöny. Ja, Istenem, de rosszul sziketelték le. Az mennyit fizettünk érte? Annyira, az ártatlan gyermeki öröm. Istenem, hát ez annyira cuki volt, hogy
nagyon. Tejet megitta, aki tett tejet megitt, vagy nem tettetek ki neki tejet, meg sütit? Nem tettünk ki tejet, mert nem tudtam, mármint, hogy igen. Ah, tehát, hogy értem. Mondjuk ezt, mert igen, már föl kellettem, igen, illetékesek. Igen. Nem tettünk ki, csak a suhanást láttuk. Jó. A tovasszál a szánnal a népfűzőszában. Nekünk megitta reggelre, én láttam. Igaz? Megitta? Sütit megetten, meg megitta a tejet, amit lós, úgyhogy nagyon jó volt. Hányszor kerülhet kellemetlen helyzetbe? Hopp, megy a hasam. A kitett macska tálak miatt a télapon, nem? A büdös. Amikor a lyukra fut? Igen, amikor a macska itt iszza meg. Miki bácsi 3 méterrel arra van. Csoda, hogy ilyen kövér, hát gondolom, mennyi süteményt teszik. Nem kövér. A végére. Hát azért elég testes. Nem a kövér, Mikulás. A Mikulás hideg van ott, ahol lakik. Ja, tudod? Ja, és kell neki. És igen, kell neki a így háj, hogy melegíts. Így van, és amikor a kéményen bejön, akkor viszont össze tud szűkülni. Kizet leszorul. Igen. Alulról húzzák. Hát. Ez a konvektoros kibélet kémiás történet, ez neki egy tragédia lett szegénynek. Nem? Egyébként nálunk is kellett gondolkodni, mert ugye a sztoriban a kéményen jön be, nálunk nincsen, hiszen közölti a fűtésünk. Ugye, hogy, és akkor kérdezték a gyerekek, hogy apa, de nekünk nincs kéményünk. Mondom, faszeg, erre mit van? És akkor ugye a központin bejön, lemegy rögtön a izére, a földszintre, és onnan fölsétál. Kezdve már csak fölsétál. A szemét ledoboljon le. Ha lehelső lakunk, mámi, akkor feljön. Há, jó dolog ez jó, egyébként. Cókik, nagyon. Igen. A legtöbb felnőtt szerintem azért szeretem, mert ő is gyerek lehet újra egy kicsit. Nézőn. Nem? Igen. Tehát, hogy úgy eljátszhatod újra, igen, és akkor látod a gyereken, tehát, hogy így a karácsony is újra akkor jó majd, amikor már elmúlik a misztikum, mikor a gyereked van, és akkor neki újra misztikum. Nem? Igen. Ez így működik. De egyébként, hogyha valaki hinni akar, dologba. Hát kell, hát hogy akkor, hinnie, nem sértem. Ez így van, akkor az működik. Egy életlenet persze, szerintem. Persze, működik. Egy életlenet működik. Micsoda felvetés ez. Ugye? Igen, nekünk is van Mikulásunk, el is indul majd 7 órakor, úgyhogy már tegnap jöttek SMS-ek, hogy hova menjem. Ugye nagyon egyszerű a dolog, ebben a mai műsorban 3 helyre tud elmenni a Klassz FM Mikulása. Egy nagyon helyes kis motoros szárnal járja majd így a megyét, meg ahova tud elmegy. És ha kapunk egy olyan SMS-t, aki jól indokolja azt, hogy miért pont oda, akkor annyi kiló szaloncukrot kap, ahány kiló ő maga, aki írta az SMS-t. Írhattak óvodák, kórházak, iskolák, munkahelyek, egyedül valaki, aki magának kérni, a párjának, tehát bárki bármilyen indokkal írhat. Aztán meglátjuk, hogy a Mikulás kinek a kívánságát teljesíti, mérlegre állítja, leméri, kezébe nyomja, és tovább megy. Ez lehet egy munkahely is, 60 kiló szaloncukrot, talán ezt szét lehet osztogatni, tehát nem csak igen, civil emberek kell, hogy írjon az. Igen. Egy 60-assal mit kezdeni, vagy ha én is ott dolgozom, akkor meg főleg. De óvónők, óvóbácsik, nővérek, orvosok, tényleg tanárok, vagy szeretnének iskolának adni esetleg, vagy egy osztálynak, osztályfőnökök, bárki, aki szeretné egy kicsit magához édesgetni a Mikulást, az már most írjon nekünk SMS-t. Ami azért nem egy rossz állás, Klassz Mikulásnak lenni, az most minden rockerek álma, mert két csajjal meg egy Harley-val megy ki. Hát nem tudom, mekkora állom. Igen, de nem ülnék föl. Egyébként azért, ha valljuk őszintén, jól hangzik. Jól, nyitott ilyen 3 kerekűre fölülni hátra egy fehér bőrülésre, 60 km/h menni, úgyhogy jeges északi szél, és hó jön veled szembe. Én most nem cserélnék a Mikulásra. Kicsire nem adunk hát, érted, mégis csak lapföldről jön. Csak mondom, hogyha emlékeztek rá, ez ugyanaz a motor, amivel én vittelek benneteket tavaly előtt, amikor mentünk Alsóösre, és az ugye júniusban volt, és akkor is fáztunk rajta. Na? Tehát az június volt, és lassan ment. Nagyon fog fázni a Mikulás, itt kint. Egyébként a motor, ott jöttem emellette. És tiszta víz, csuromvíz a bőr. Igen, és oda fölülni, most is azon menni. De hát mindent a hallgatókért. Igen, jobban jártak volna a Pápa Móvilla. Nagyon jó lesz ez, figyelj. A rocker Mikulás énekelni fog. Ami Mikulásunk. Hát nagyon kell sietnie, mert hogy 3 helyszínt kell bejárnia, úgyhogy itt egy nagy vágtázás lesz. 3-7-kor már szerintem elindítjuk 8-ra, 4-8-ra, ott van, megy a következő helyszín, és utána Csabinál is megy, ugye? Folytatódik egész nap. Pirosnál is. Mi nem vacakolunk a Mikulással, érted? Nálunk nincsen, hogy 3 órás Mikulás. Egész napos Mikulás van. Ugyan, írjatok. Igen, nagy rohanás lesz. Nagy rohanás lesz. Na mindegy, jól van. Meddig tart ez a hidegfront, vagy mi van? Március végéig, utána jobb lesz. Utána jobb lesz? Persze. Ez a szavér. Szavér. Vasárnapra már nem mond egyébként szelet. Tehát, hogy most így mára, meg holnapra. Mond aztán vasárnapra. Nem, hétfőre egy kis esőcske. Hát ez már szokásos, igen. De ez most Németországot kapja el nagyon. Ugye? Ott van most valamilyen ilyen évszázados, ilyen 160 km/h
Szélnek, most nagy káosz van a németeknél. És az jön erre állítólag. Igen? Tehát, vasárnap estig azt mi megkapjuk, már tegnap estére diagnosztizálták, vagy valami, nem tudom, prognosztizálták, valamelyik szó jó. Most ilyen orvosi kifejezésekkel vagyok elfoglalva, hogy ide ér a mai éjszaka folyamán, de állítólag ez még csak a széle, tehát rosszabb lesz a mai napon. Úgyhogy aki nem nagyon akar elázni, az maradjon otthon, mert ez ellen se esernyő, se semmi nem véd. Egy ilyen teljes nylon zsákos borítás esetleg. Na mit ír a net? Mert látom, hát azt nézem, hogy náluk, hála jó Istennek, nem diagnosztizálnak. Az. Ilyen 100 km per órás szeleket, ilyen maximum 75-öket írnak. Akkor csak a szélét csípjük el. De igen, most ebben az esetben mondjuk mi most a jó végén vagyunk. Igen, és most elfogy az X betű, akkor mi jön? Szavér. Hát akkor újra kezdődik az ABC, nem? Még van az Y, meg a Z. Y, nem mi lehetne? Igen. Y például, ez egy jó név szerintem, Y orgán. Y és Z. Szegény kis Nelson Mandela, nem? Most olvastam reggel, meg hallottam aztán Ákosnál is. Hát azért mozgalmas élete volt gyerekek, mondhatni. Nagyon kemény. De mennyi hát, hogy most már 90, mennyi volt? Sok, 90 valamennyi, igen. Abban 27 év börtön. Azért. Na, az a kemény. Az nagyon. És hát valószínűleg nem kényeztették annyira, tehát ő nem a celeb. Traktusban volt, az biztos, úgyhogy egy dél-afrikai börtönben tölteni 27 évet, úgyhogy közben meg kint dühöng az apartheid, tehát hogy azért csoda, hogy egyébként megúsztam, most komolyan, tehát hogy így egészségileg is, meg lelkileg is, ez egy óriási dolog volt, és hát igen, ez nem miért olyan került. Igen. Na jó van. Van egy-két közlekedési hírünk, ami fontos, a vonatok késnek, hát ez igazából ez jó. A mai napon szinte már elfogadható, vagy megbocsátható. Tehát sima nyári napon, augusztus 16-án is késnek, akkor a mai napon, mit mondjuk. Székesfehérvár-Budapest vonalon 20-25 perces késés. Engedd el, hagyjad ezt. Ennyi. Hagyjad ezt tényleg. Igen. És van még valami Székesfehérvár, nem? Igen, a Székesfehérvári vonalon szokás szerint biztosító berendezés hiba miatt késnek a vonatok. Martonon állunk kb. 10-15 percet, aki többet tud írjon. Írja nekünk Zsolt. Pilisen szakad a hó, nagyon fúj a szél, Judit Pilisről. Bodrogszerdahelyen esett a hó és tombol a szél, -3 fok van. Ricsi vagyok, a tartályos. Hát ez nagyjából mindenhol így van egyébként, úgyhogy ez várható. Nálatok esett, vagy felétek esett? Nálunk olyan hóvihar volt most reggel, tényleg? Szakadt a hó és brutál szél. Ilyen picit mintha hó lett, de az a pont eldönthetetlen volt, hogy ez most eső, is ugyanez. Vagy hó, de viszintesen esett az egész biztos. Uh-huh. Hogy abból nagy havazás, tehát nagy szánkózás ma nem lesz, úgy érzem. Nem. Biztos, hogy nem. Lőrinc Cityt reggel még legalábbis nem ért el ez a fajta ítéletidő, ami például itt van a Népligetnél. Szakad a víz. Na mindegy, ez van. És ha már a gyerekekről beszéltük egy nagyon picit, akkor beszéljünk azokról a felnőttekről is, akik szintén rászorulók. Van a mi honlapunkon egy adok-kapok rovat, ami egy ideje nem pörgött annyira. Hála jó Istennek, mert az azt jelenti, hogy úgy látszik, nem volt annyi rászoruló, de most így december meg karácsony környékén azért megint be lehet indítani, és be is szeretnék indítani. Úgyhogy ha vannak olyan rászorulók, akik szeretnének kapni valamit, elsősorban itt kisebb, de egyébként nagyobb dolgokra is gondolunk, és vannak olyan jó szándékú emberek, akik segítenének rajtuk, azok látogassanak el a morningshow.hu-ra, kattintsanak rá az adok kapok kis ikonra, és akkor ott megnézhetik, hogy egyrészt kinek mire van szüksége, másrészt pedig mondom, akinek meg szüksége van segítségre, az ott kérhet. Az tavaly is nagyon jól működött, nagyon. Nyugodtan menjetek tényleg föl. Akinek van is mit adnia, azt is lehet, tehát nem csak kérni lehet, hanem ha valakinek van, nem tudom, fölösleges ruha, akármi élelmiszer, akkor azt az is megnyugodja. Játék, ahogy állunk, mi a helyzet? 3-1! 3-1! Hát akkor... Hát most vagy az van, hogy hátradőlünk, elengedjük, hadd vigyék. Lehet egy ilyet csinálni, lehet az, hogy komolyan vesszük a történetet, és még 4-1-re hozzuk a hetet. Ez én ezt mondom. Nem, tisztes sejtállás, keményen persze. Így van. Semmi. Ez egy becsület, győzelmünk már megvan úgyis. Nincs kegyelem, a múltkor kikaptunk, ugye múlt héten, vagy az előtt valamikor, úgyhogy ez bosszúért kiállt, mondtuk. Szerintem 4-1 a cél. Így van. Ja. Jó? Mikulás ide vagy oda. Én még csak egyet játszottam a héten, úgyhogy nagyon-nagyon szívesen játszom. Mostában kicsit kevesebbet játszom, kezdek bemacskásodni. Igen, kezd berosdásodni a fekete férje, igen, nem. Igen, ilyen heti egyeket játszom, csak most nem tudom, azért, félnek, vagy hogy nem akarnak játszani, de heti egyeket tolok. Nem jó az átlagom. Régen heti 2-3-at játszottam. Hát most már ennyi. Megkoptam. Nem megkoptál, hanem az a rettegés, tudod? Igen. Ami az országban így keresztül ment, amikor hallották, hogy te hogy játszod a fekete férje. Mondták, hogy na jó, nem. Nem vállaljuk. Na jó, lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan.
bátran még egy ajándékcsomagja lehet valakinek, tehát attól függetlenül, hogy a hét már elment, ettől függetlenül még azért egyéni ajándékcsomagokat lehet nyerni, és jöhetnek az SMS-ek, hogy hova menjen a Mikulás, kit látogasson meg, mit csináljon, mert tudunk beszélni ezzel a Mikulással, tudunk ráhatni, tudjuk befolyásolni, és el tudjuk küldeni oda, ahova jött SMS. Valaki írt csak annyit, hogy 92 kiló. Az korrekt, vagy igen. De azért még az valamit tegyél hozzá. Egy kis szállodában dolgozik Budapesten, is 92 kiló. Ez már nem hangzik rosszul. Fél hét van pontosan, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:47 múlt pontosan 3 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Sokaknál már ott volt a Mikulás, valószínű tovább bent, valamit tett a csizmába, a cipőbe. Hmm. Remélhetőleg mindenkinek jutott, kinek több, kinek kevesebb. Óvatosan lépjen be, de ma reggel mindenki a lábbeléjébe, jó? Ha a gyerek azt kérdezi, hogy anya, nőtt szerinted a lábam este, akkor figyelmetlen volt. Igen, akkor nem biztos, hogy észrevett. Észrevette, hogy mi van benne. Na, jönnek az SMS-ek, hogy hova menjen a mi Mikulásunk, nekünk is van. Ledíleltük vele, nem volt egyszerű, hogy lepjen meg Magyarországon is egy-két helyszínen ugye hallgatókat, akik annyi kiló szaloncukrot kapnak, ahány kiló az, aki írta nekünk az SMS-t, hogy hova menjen a Mikulás. Jobb bonyolultan mondtam. Érthető volt. Nem, jó, igen, volt, kerek volt. Jó volt. Na, úgyhogy jönnek az SMS-ek, lehet válogatni, a Mikulás válogat, aztán elindul valahova, de nem csak nálunk, hanem egész héten megy majd, aki... Egész nap így van, Csabinál Pirosnál is megy a klassz Mikulás, és próbál sokakat boldoggá tenni. Úgyhogy azt kell megint, hogy hol vagytok, mit csináltok, miért oda menjen, kis helyes üzenetben, hogy miért örülnétek, az, hogy ki hány kiló nem kell, mert van nálunk elég. Bizonyám, és azt is írjátok meg, hogy a feleségetek ott van-e, mert hogy akkor nem megy a két krampuszlány. Az akkor nem menjen. Há persze, akkor, nem, akinél nincs ott a feleség, akkor két krampuszlány is megy. Az egyikkel már összefutottam a folyosón. Ezek a krampuszlányok, te... Uh-huh. Igen? Hát kétnál már, hogy látsz benne fantáziát? Nagyon kis, tudod, ilyen pajkos krampuszos. Mm. A rendes krampusz, tehát na, érted. Mm. Aha. Kimegyek majd lófrán én is a folyosón. Csak így az ember sétál. Csak nem innál egy kamilla teát, vagy esetleg nyomnál magadnak egy gépi kávét. Inkább mégsem kávézok, inkább teázok, vagy iszok egy ásványvizet a gépből. Itt vannak még? Nehogy aztán lyukra fussál, menjél most még. Hát én pont erre számítok. Ja. Jó kis krampuszlányok. Na jó van, oké, megnézzük akkor, hogy ki a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Ránkóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Sziasztok! Hello! Sziasztok, Viktor vagyok. Hello, Viktor, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Viktor, mi újság? Semmi, minden rendben van, megállok éppen, mert vezetek, de most már így minden rendben. Jött a Mikulás reggel? Kaptál valamit? Ott volt? Olyaj, nagyon nagy vízgárcsokat. Na, rossz voltál biztos. Hol vagy helyileg, merre vezetsz? Én most jelen pillanatban mindjárt beérek a szódra, de még Ikladon vagyok. Az király. Gyönyörű útvonal, Iklad, a szokat. Erre most írtál, nem tudom, hogy van egy csodálatos. Az festői. Szakadó hó, szél, vagy csak szél? Mi van arra? Máté se vagy. Milyen arra? Az idő? Érted, ugye? Jó, jó. Hát, ha megijedtél, de akkor behúzzuk magunknak a pontot. Hogy elhallgattál, te kis gyáva, ugye? Ha, most már nincs olyan nagy arcot, hogy adásban vagy, ugye? Ott fut. Kijátsszuk még azt a poént, hogy megszakadt vagy? A 4-1 érdekében. Ja, itt vagyok, csak lenémult az okostelefonom az almás, mert hozzáért a fülemhez. Nem, ne csináld. Ja, most töltöttem le az almásra azt a pont, ez az új oszt, hát hogy utálom, az valami. Én is azért nem töltöttem le, mindenki rossz néven futtatja ezt az új iOS 7-et. Engem belezsarolt a Gmailem, képzeld el. Napokig nem volt elérhető a bejövő postafiókom, és kiderült, hogy így akarják rákényszeríteni ez az embereket, hogy töltsék le az új szoftvert. Én azt hittem, hogy te intelligensebb vagy, mert azért sok mindent. Most kivel beszélgetsz, a telefonoddal? Na, most kicsit felszívtam magam, ha ezt nekem mondtad. Nem értettem ezt a gyomrost, hiszen pont téged akartalak megvédeni. Ki akarsz zökkenteni? Nem, az én a mindegy. Kezdjük a játékot. Persze. Na, jöttél, hogy rácáfolja nevedre, mi? Na.
Kivel szeretné játszani? Veled, Balázs, hát kivel mással. Hát miért? Egy ilyen unintelligens állat. Miért? Minket sértegetett? Minket provokált? Nem. Oké, okay, Viktor, na essünk egymásnak, jó? Jó játékos jó. vagy? Egyébként mire készüljek? Hát, majd meglátjuk. Jó. Hm. Nézzük meg. Mehetünk, Jani? 3, 2, 1, fire! Na. Kérdezel? Szeretnél? Szeretném. Na, kérdezel. Miért hagytad abba a pókert? A pókert? A pókert. A pókert. Megmondom, hogy szintén kevés időm volt, és ezért. Meg ugye valahogy kiszorították az illegális klubokból, és akkor ilyen szervezett játékokra már nem volt kedvem elmenni. Úristen. Illegális klubokból? De itt, hogy itt a vége. Nem, senki nem vette észre. Nyugi, nem vették észre, menjünk tovább. Szerintem senki nem hallotta meg. Hallottam. Atya Isten, hát ez körülbelül olyan. Köszi Balázs, köszi. Jó volt. Pont olyan volt, mint az én tegnapim. Nagyon jó vagy, Balázs, hallod? Én régen nem szerettelek, de most egyre jobban kezdek. Mekkora arca lettél? Jó Isten! De hát is, miért le kellett volna nyomnom. De nem volt neki kisebb korábban se, én úgy érzem. Köszönöm! Jó, egy tapsot megérdemelsz. Na, szép volt, jó volt. Ügyes vagy, gratulálunk! Még annyit, hogy Isaszegre a pékeknek üzenem, hogy menjen, siessenek, mert nem sokára benn vagyok, és rendet szeretnék látni. Hogyne, még üzengetünk is, mi? De rosszul játszottam, tehát régen nem játszottam ilyen rosszul. Úr, ez a hárp, tudod, itt a szavér, és a szavér miatt volt az egész. Na jó, van, ne arcoskodj, elköszönöm. Te személy. Ügyes vagy, olyan játszottál, nem, belekezdtem, nem is szoktam egy hosszú monológba, és ott bedurantottam a nevet. Kassa Tibivel a Duna Plázába, a Poker Clubba, 36 másodpercig bírtam egy asztalnál. Már kiállt ki csinált a kassa? Hmm. A kassa megvert, jobb nálad. Igen. 36 másodpercig bedurantottam neki, azt hiszem, hogy nemet. De nem vagyok. Ja, hogy fekete-fehér. Ja, hogy azt hittem, igen. Pókeresztünk, és közben beszélgettünk, és akkor mondtam neki, hogy mondom, hogy Janival vagy a Balázs a játékszívesen, de persze a Ferivel is, most nem az. De igen. Mondom, veletek játszani. De jó, akkor... jó volt a dolog, mert hogy a kedvenc témáról beszél az ember, mint a Janinak a vár, vagy a főzés, vagy mint a póker, vagy a tenisz, vagy bármi, akkor ott egy kicsit az ember így elérzékenyül. Berántja az embert a lelkesedés. Igen, ráadásul tényleg tök online pókerem? Nem játszom már online póker, egyáltalán nem pókerezem, teljesen leálltam róla. Egy a Tibi csábít mindig, hogy menjünk a kassa, hogy menjünk valamilyen versenyre, valami beülőse, de nem... De miért nem kész reklám? Pénzt a pókerklubtól. Milyen jó. Hát ez nem ez alap, tehát ezt nem is kell ennyi. Mondani. Ez fejpénzes játék, így van. Beülök egy asztalhoz. Ennyi. Minimum a beülő plusz valamennyi, persze. Persze. Na jó van, Viktor, küldjük az ajándékcsomagot, ügyes vagy, jó játszottál. Köszönöm tőle. Szépen. Ciao. Sziasztok. Hello. Na, fontos, hogy aki ír nekünk, hogy hova menjen a Mikulás tímet is küldjön, jó? Tehát nincs egyenként mindenkit lehetőségünk visszaívni, hogy ő hol van. Tehát írja le, hogy Budapest, Pest megye, hol van, hanyadik kerület, mi a cím, hogy be tudjuk tájolni, hogy mégis hova indítsuk el a Mikulást. Így van, meg nem akarjuk lelőni a poént azzal, hogy fölhívunk téged. Az meg a másik. Ugye, tehát megírod a címet, meg hányan vagytok, a kiló nem kell, és akkor egyszer csak odaállít a Mikulás, az jó. Így van, iskolák, óvodák, bölcsödék, konyhai dolgozók, alkalmazottak, közalkalmazottak, köztisztviselők, parlamenti politikusok, házban felszólalók, bárhova bemegy a Mikulás, egy a lényeg, hogy címet is kérünk, jó? Egy telefonszámmal, hogy ha már ott van a Mikulás, akkor kit hívjon, nagyon fontos, ugye nyilván az is kell, de a cím az, ami igazán számít, jó? Így van, ha találkozni akartok a Mikulással és az egyik Krampusszal, a másikat bent tartjuk. Fogjul ejtetted? Itt marad. De mi láttad már őket? Itt voltak? Hát Feri olyan szépeket tudom, mondtad, mondott. Aztán, én bízom az ízlésében. Hát, hogy mikor aranyos krampuszok érjük. Így van. Na, menjék krampuszhoz. Monika Belucsi is bejön neki is, meg nekem is, úgyhogy nagyon mellé nem nyúlhatok. 3 perc, pontosan 7 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. December 6-a péntek, a hét utolsó munkanapja, egyre jobban faljuk a decembert. Fajjuk, gyerekek, fajjuk, zabáljuk, habzsoljuk, még 2 hét, és szerintem elmegyünk pihenni. Meg hát sokan ünnepek között azért kevesebben. Igazából ez a legjobb hónap. 4 hétből 2 dolgozol. Amen. Vagy 2,5. Dicsérjük az urat együtt. Kicsit mi is kiszabadulunk, Jani, holnap van az utolsó műsor. Egy 10 hetes álmokfutás ér véget. Hölgyem és uraim. Milyen vidámak. Csak mondom, hogy ma még talán lehet rá esélye valakinek, aki el szeretne jönni, ha jelentkeznek. Utolsó? Soha többet senkinek. Legalábbis ebben az évben, hogy aztán azért, jövőre mert a főnökötök más mondott.
Hát jövőre ki tudja, mit, jó, mit jó, hoz a jövő. Ne arcoskodjunk, hogy ez az a teljesen utolsó, mert... De csak akkor hidd el, hogyha beszéltél vele a telefonon, jó, vagy személyesen találkoztatok, és úgy mondtam el, ha egy újságban olvastad, hogy ő mit mondott, hát az lehet igaz, meg az ellenkezője, és köszönjük szépen a magyar újságírói társadalom. Idő milliómos leszek. Itt ülök majd 10 órakor, nézek rátok, hogy mit csináljak, hova menjek, nem kell értekezlet, nem kell forgatni, hát rám szakad a szabadidő. Bemutatkozom újra a gyermeknek, családnak, nagyszülőknek. Lehetsz megvenni a karjait. Beszágulhatok különböző karácsonyi vásárokba ajándékot venni. Nem, tényleg jó lesz. Az én pulzusszámom is visszaáll az eredetire, mert most olyan, mint hogyha 10 hete kardioznék. Hát azért nem semmilyen tapod. Na mindegy. Nagyon-nagyon sokan írnak nekünk, hogy hova menjen a Mikulás. Gyerekek, annyira szeretik ezt a Mikulásos dolgot, a mi hallgatóink, hogy fájó szívvel. Ó, és még itt van. Összegyünk most, te mész? Te... Ne, hát ő az igazi Mikulás. Helyó, hozzánk is megjött a Mikulás. Jó üzletmenetet, műsor. Köszönjük, jó üzletmenetet, műsor. Nagyon kompatibilis a 21. század. Szevaszt, jó munkát, ciao. Ő tényleg az igazi. Jó állta, láttad, láttad a logót állta? Nagyon menő hát volt. Hát azzal megy, hát most mit tegyen rá? Na de most ő megy? Ő is. Ő is. Többen mennek? Ő is. Megy a Mikulás, mert ő a Mikulás, jön két krampuszlány, és jön még egy mi emberünk, aki beszél. Így van. De mivel beszél, akkor elmondhatjuk, hogy ő White Boy. White Boy. Összefutottunk itt a folyosón. Nem nagyon értette, hogy ő mit keres itt ilyenkor. Persze, jó. Igen. Mert ő ugye péntek este szokott dolgozni, meg hát egy diszkós nem nagyon kell föl ilyenkor. Azt mondja, hogy miért, tehát, hogy miért nem jó, ha 10-től megyek, kérdezte tőlem. Mert mondom, akkor nálunk nem lennél, tudod? Bizonyám. Szóval nagyon sok cím jön. Nagyon-nagyon sokan szeretnék elhívni a Mikulást. Egész nap megy a mi Mikulásunk egyébként. És van rá lehetőség, hogy elhívjátok magatokhoz, címet kell írni, miért oda menjen, kik vannak ott, kik várják. Tulajdonképpen ennyi az, amit meg kell írni. És látom az SMS-ban többen írek, hogy holnap tényleg ledolgozzuk a 24-ét, holnap munkanap van? Ja, le. Igen. Akkor csak nekünk az utolsó munkanap, fogalmazok inkább így? Igen, hát meg nehogy túl sokan berágjanak. Azért nem mindenkivel dolgoztatják le azt a 24-et. Egyébként mi is dolgozunk volna. Tehát hiába örülök ennek egyre. Igen. Holnap még egész nap. Igen, egész holnap nap már nem mindig dolgozunk. Holnap még igen, de annyi baj legyen. Nincs is ezzel baj. Jaj, gyerekek. Ez olyan gyermeki nap ez a Mikulás, nem? Olyan kicsit mindenki zsizseg, kicsit valahogy minden más. Nem? Újra gyerek vagy. Láttam, hogy leszort a Mikulás a szaloncukrot, te is rögtön elkezdtél matatni. Hát megnéztem, próbálom megnézni, igen. Rendben van, ez az minőség. Nem, hogy milyen töltelék van benne, azt nézem. Van ott ketté. Megnézem. Melyik a kedvenc, Jani? Ez marcipános. Gesztenyés. Aha. Gesztenye minden mennyiségben jött. Kérdezzétek, egyszerűen nem tudok róla lefűzni. Tehát, hogy a nagyon sokféle desszertet, nagyonféle süteményt, édességet, csokoládét végigkóstolgattam már, de nekem az egyik legnagyobb kedvencem a gesztenye. És tényleg a marha egyszerű, nagyon könnyű elrontani, de könnyű belőle jót is csinálni, és bármikor, bárhol jöhet nekem. A Nébik most foglalt rá, szem 40 tonnát, mert... Az döbbenet, gyerekek, erről akartam beszélni, az elképesztő. Pár levelet. Tudod, mivel van keverve? Tudom, krumpli van benne, igen, liszt van benne. Általában abban basszokták egyébként. Az is jó. Aha. De az a jobbik változat. Igen. Mert hogy ugye az egészségre ez nem káros tulajdonképpen, csak megvezetnek, ha veszel egy 30 dek a gesztenyét, és ebből 28 krumpli. Nem örülsz annyira, igen, és nem tüntetik fel általában a csomagoláson. Az a jobbik eset tényleg, hogyha ha babbal, De az se jó, de ne tegyenek nekem babot a gesztenyét. Valami ne szokott lenni egyébként mindig benne. Ne tegyenek burgonyát. Az elképesztő, egyébként két gyártó termékeit vizsgálták meg laboratóriumban, döbbenet a hír, és több 10 000 nem megfelelő terméket hívtak vissza. Elképesztő. Ugye miről van szó? Tömeget növeltek a gesztenyepürében. Láttam egy videót, hogy hogy készül a gesztenyepüré. Hát ha azt megnézed, Jani, soha többet nem akarsz gesztenyepürét tenni. Soha többet. Ilyen nagy, ilyen fura, ilyen kicsit koszos, ilyen kondérokba. Nem ezeket koszos, gesztenyés. Gesztenyés, keverik, öntik bele. Rémséges, ahogy kinéz. És 11 tételben találtak rizslisztet. Simán egyszerűen térfogatott, vagy tömeget növeltek vele. Burgonyát. Olcsóbb, mint a gesztenye. Jóval. Egyértelmű. És azt mondják, hogy megállapítható, hogy a fogyasztók megtévesztése forog fel. Mi más? Tehát, hogy így mi lenne még megállapítható, nem?
hogy egyébként mit csinált? Fél kiló desztenyében, nem tudom, negyed kiló brizsliszt, meg burgonya. Egyébként már megint rosszul nézzük a világot, meg ezt a dolgot, mert tulajdonképpen ez a klasszikus túin van. Tehát hát ott tudsz belőle sült krumplit is csinálni, meg gesztenyepürét is. Tehát ahelyett, hogy örülnénk. Sült krumpli és gesztenyepüré egyben. Én annyira utálom, amikor így vágják át a fogyasztót. Akkor legyen drágább, és dönthesse el a fogyasztó, hogy megveszi vagy nem, vagy van-e rá pénze, vagy nem. De amikor ígérek valamit, és szemtelenül rohadt ocsmány módon átvágom, csak azért, hogy nagyobb profitom legyen, és olyat teszek bele, ami egyébként nem kéne, hogy az legyen, és nem kéne, hogy ott legyen, lásd mondjuk burgonya vagy rizsliszt, ez a legaljasabb dolog. Én remélem, hogy rettenetesen megbüntetik őket. Ugye hát most fogják majd kiszabni a bírságot, tehát nem az lesz, hogy 50 és 100 ezer forintos bírság, hanem hogy megbüntetik őket. Milliós tételezés. Milliós tételezés. Ilyet nem lehet csinálni. És hiába nem ártalmas a burgonya, meg senkinek semmi baja nem lesz, te nem azért adod a gyereknek, vagy nem azért veszed meg, mert azt akarsz enni. Írd rá, hogy gesztenyepüré ízű, így valassza, nem tudom mit, valamit. Meg olyanok, hogy ezek az élelmiszeripari szabványok, ami alapján az ember valaki gesztenye masszának nevezheti azt a terméket, amit előállít, hogy egy élelmiszeripari termékgyártó cég ezeknek a szabványoknak nem felel meg, annak a termékeit nem kell megvenni. És az ember most fölmegy az internetre, és én már látom is annak a két gyártónak a nevét, aminek a termékeiből én például már nem fogok venni. Azokat le is vették a polcokról, igen, két gyártóról van szó. Hát biztos mást is gyártanak, nyilván azt se fogsz ezután venni. Na pontosan így van, ez jó reklám. Egyáltalán nem jó reklám. Igen. De hát jó, hogy egyszer. És gondolod, de hány helyen vágnak még át? Tehát, hogy hány olyan van, amit nem is sikerül leleplezni? A kenyerekkel, a térfogatnövelőkkel, a húsokkal, a húsok beszínezésével, a sütnivaló hús, a grill hús. A mézzel. A mézzel miket csinálnak. Tehát, hogy mit csoda átvágás megy. De hát, erről többet majd jövő héten csütörtök. Az elmentes övezetben. Ahol leszámolunk az ilyen típusú átverésekkel. Na, van egy nagyon helyes történet, egy kínai sztori. Nagyon cuki kis történet. Arról van szó, hogy egy kis srácot elraboltak a szüleitől. Nyilván nem ezért helyes és nagyon cuki a történet, hogy elrabolták a szüleitől. Kicsit megkapaszkodtam. Igen, Szecsuánból rabolták őt el, és ő azt akarta, hogy felkutassa az anyukáját, vagyis évekkel később rájött, hogy szeretné megtalálni az ő jó édes anyukáját. Annyit tudott róla, összesen ez volt az összinformációja, hogy kínai. Hogy egyrészt, hogy kínai, igen. Nagy a szórás. Hogy kuszkusz tett a levesébe. Hát ez se sokkal jobb. Hogy kuszkusz tett a levesébe, így van. És a kínai asztalon egy kuszkusz. Hát viszont beszivárgott. Kuszkusz volt a levesben, így van, és ezt ott azon a környéken senki nem csinálta. És a gyereket, amikor elrabolták, nem nagyon volt emléke arról, hogy mi az, ami alapján megismerhetné az anyukáját. Annyit tudott, hogy az édesanyja kuszkusz tett a levesbe. Ez volt az össz. És ezek alapján elkezdte fölgöngyölíteni az ügyet, hogy hol csinálják ezt, hol főznek így, kinek tűnt el gyereke, hol tűnt el, mikor tűnt el, ő hány éves lehet, mikor került az újszülőkhöz. És happy enddel zárult a történet, mert hogy egy weboldal segítségével ezen információk alapján megtalálta az anyukát. De érdekes. De feladod a hirdetés, hogy olyan anyát keresünk, akinek eltűnt a gyereke és kuszkuszt főz a levesbe. És akkor jelentkeztek mondjuk 50-en, akik mondjuk a 1,5 milliárd kínaiból annyian csak főznek. Nem jelentkeztek egy 50 millióval. Ugye? Egy 50-80 millió nő bejelentkezett. Abból még hát nyilván tartományra szűkítették, falura szűkítették, születési helyre, tehát hogy így. Ezeket aztán valahogy a gyerek megtudta, vagy a nevelőszüleitől, vagy akikhez került, elmondták nekik, hogy igen, hát téged elraboltak, mi fogadtunk téged örökbe, és megtalálta az anyukáját. De azt ezek alapján tudta egyébként, hogy az anya kuszkusz tesz a levesbe. Nem emlékezett rá. A szüleitek, hogy mindig, hogy na most tettem bele egy kis azt, egy kis emezt, most így csinálom, tudod mi kínaiak, nem így csináljuk, de én igen, mert hogy egyébként szimpatikus számomra az arakkonyha, vagy így mindig mondta. Hát emlékezett rá, hogy volt valami a levesben, aztán később találkozott vele, összerakta, nem tudom. Csem, miért nem eszed meg megint a kuszkuszos levesedet, úgy csináltam, hogy szeret. 1500 kilométer választotta el a szülőt a gyerektől. És a gyerek mindig, amikor lefekült, azt nyilatkozta, hogy minden este lefekvés után felidézett mindent, amire emlékszett. Amire emlékezett. Aha. Tehát mindent megpróbált, hogy nézett ki a lakás, hogy nézett ki a ház, nem tudom pontosan hány évesen rabolták el. De ugye hát ez Kínában megszokott, több 10 000 gyereket rabolnak el évente. És közben a szülei is keresték. Tehát, hogy elindult egy ilyen oda-vissza keresés, évekig szórólapoztak, újsághirdetéseket adtak fel, csak kiderült, hogy ők 1500 kilométerre sodródtak egymástól. Azért az nem egy Velencei-tó Balaton, nem? Tehát, hogy nem egy kicsit komolyabb távolság. Ott nem messze.
Arról szól a hír, hogy egyébként, amikor találkoztak, akkor volt-e kuszkuszleves, és hát, hogy várjál, hát. És hogy ugye szerette a fiú, vagy a gyerek, nem tudom, hogy fiú-e vagy lány. Hogy micsoda? Hogy szerette a kuszkuszleves? Szerette a kuszkuszleves. Utálta, az állat viszont emlékezett rá. Emlékezett rá, és még egy csomó minden eszébe jutott. Jelentkezett ez a Baby Come Home nevezetű ilyen kínai szülőket a gyerekekkel összehozó oldalon, és eszébe jutott, hogy az egyik szomszédjuk szecsuáni tájszólásban beszélt. Hoppá, ez így beugrott ha. Neki. Akkor elkezdték szűkíteni. Eszébe jutott az is, hogy a falujukban aszfaltút volt. Tök jó, éveken keresztül ment a keresés. És az is eszébe jutott, hogy erről beszéltünk, hogy kuszkuszt szórt a levesébe. És hogy azt írja ez a honlap, hogy a szecsuáni medencétől keletre az emberek nem termesztettek sem kuszkuszt, sem mást, így azt a területet kizárták. Átvitték egy másik területre. Oh, yes. És így próbálták meg szűkíteni. De jó. Ez egy nagyon helyes történet egyébként. Ez a Szecsuán egy jó egyébként, mert tényleg leszűkítette a kört 87-ből 250 ezer ember. És jobb, mint a másfél milliárd. Igen. Jelentkezett egy pár, akik elmesélték, hogy hogy becézték a fiút. A fiút hisztungnak becézték. Aha. És kuszkuszos srácot igen. Jelent. Nyilván. Mindig mondtam neki, nem beszél meg, ez finom levesz. Kusz, kusz. A ló emlékezett, így hívják, hogy a falu közelében, de ló, hát így hívják a fiút, egy ló. Nem, volt ott egy ló is, aki emlékezett a fiúra. Egy szexuális ló. Hogy a falu közepében ment egy főút, ilyenből pedig mindösszesen kettő volt azon a területen, ahol fókuszáltak, így lett meg Jaoicsa, ez a falu, ahonnan származott. És az önkéntesek körbenéztek a faluban, megkeresték a szülőket, és május 9-én 23 év után újra találkozott a szüleivel. Én imádom ezt a történetet. Ott találtak annyira valaki burnuszban. Cuki. Rögtön gyanúsá vált. Nincs magánál kuszkusz. Baj életlenül. Május 9-én elutazott, és találkozott az igazi ez szüleivel. Aranyom. Milyen szép történet, nem? Tényleg. Ezek szerint azt jelenti, hogy 5 éves korában az ember már mindent megjegyez? Tehát, hogy 5 évesen, ugye 5 évesen rabolták el. 5 évesen vannak emlékeid? Nekik vannak. Milyen emlékeid vannak 5 évesen? Elveszítettem a főzelékét, nem tudom feledni. Hát azt már a hangja alapján. Arról még én is hallottam lőrinc. Saláta főzelék, aki kitalálta, egész életében olyat kéne, hogy egyen. De tényleg. Na, mire emlékszel 5 éves korodból? Elveszítettem 500 forintot, egy adit. És aztán hazafelé megtaláltam. Honnan volt neked 500 forint? Honnan volt? Egy utcára volt tőlünk. 75-ben. Egy kis közért. Most már marhára nincsen, ott egy családi házban. Hogy a Nagybecskerek utcára merülegesen volt egy utca, és ott volt bent egy kis közért. És 500 forint, 500 forint, akkor vettek 1000 forint, vettek egy lakást. Akkor 500... Dehogy vettek. Hát a 75-ben, Jani, 500 forint, igen. Lehet, hogy 1000-1500 forintot kerestek az emberek. Lehet, hogy az évek felkerekítették az összeget. Legyünk őszintén, elhagytál 5 forintot, és találtál egy 10-et. Akkor 50-es. Tehát lehet, hogy egy izé volt, egy Petőfi volt, vagy egy Dózsa. Tudod, mi volt akkor még? Még 20-as is volt papírpénzben. Azt mondom, Dózsa volt a 20-as, a 10-es volt a Petőfi. Így van, és akkor még lila volt az 500-as. Ugye? Nem vesztettél el 500 forintot 77-be. De százast, igen? Százas. Százas. Igen. Mondom, 1500 forintot keresek az zöld volt a igazából ki sem mozdultam otthon. nem, tényleg nem kamu, csak lehet, akkor tényleg lehet egyébként, hogy nem egy 500-as az volt. Nem. Mama elküldött közérben, elmentem, és amikor odaértem, akkor konstatáltam, hogy elveszítettem, és az nem kevés pénz volt, akkor legyen ez bármennyi is, és hazafelé jövet megtaláltam. És iszonyatosan boldog voltam. Pedig hát sejtitek, hogy hát valószínűleg nem maradt volna sokáig ott, hogyha valaki arra megy. És én tök jó érzés volt. Iszonyat pánikba voltam, iszonyatosan be voltam tolja, hogy úristen, most mi lesz? Elveszítettem ennyi pénzt. Mekkora balhé lesz. Mekkora balhé lesz belőle, de hazafelé megtaláltam, és nagyon-nagyon jó érzés volt. Te emlékszel valamire? 5 évesen? Még az, hogy amire emlékszel, nem tudod, hogy akkor 5 éves voltál-e. De nem? Emlékszem, 5 éves voltam, amikor csináltunk ősszel olyan képeket, amit egy lapra felragasztod a elsárgult leveleket. Igen. És én ezt úgy éreztem, hogy ez a legjobb pénzkereseti módszer az lesz, hogyha oda megyek és árulom a helyi ABC előtt. Tehát biztos, hogy meg fogják majd venni tőlem, és miután a negyedik rokonomnak próbáltam eladni ezt a képet, hogy ezt mindenféleképpen vegyék meg, ők már szóltak anyámnak, és értem jött, és a fülemnél fogva rángatott haza. Ez például megvan. Na. Tehát papír rajta az őszi levelek ráragasztva gyönyörűen, amit ugye minden gyerek csinál, csak én úgy éreztem, hogy én ezt el tudom adni 5 forintért darabját. Ez volt az, amikor utána berakott a disznóba? Ez igen, igen. Ez igen, volt, igen. Ugye? Aha, sőt, hát nem csak a disznó, olma magában a disznóba is. Berakott a disznóba?
Én megfogtam az egyik unoknővéremnek a mellét, és pofán vert. Nem is értem. 5 évesen? Aha, kb. Ilyet én is játszottam, csak nem tudom, hogy hány éves voltam, hogy átmentünk a szomszéd kislányhoz, bebújtunk az asztal alá, és akkor ott nézegettük egymásét. És ő is belenézhettem a blendébe. Aha. De nem voltam szégyelős, én is megmutattam. A blendétben? Gyerekek. Én nem tettem ilyet. Egy Clark Ádám téri alagútban érzem. Örülök, hogy kinyitottam azt a kis kaput, ami kibújt ez a nagy sztori. Én csak nem tudom, és 5 éves voltam, vagy idősebb voltam, nem tudom. De 5 vagy 15? 5 vagy 15, vagy 23, nem tudom hány éves voltam. De vannak emlékeim, de nem tudom, hogy ez milyen korban. Ovis emlékeim is vannak. Hát emlékszem konkrétan. Hogy... Na jó, de ezzel megtalálni téged, hogy a szomszéd kislánnyal 5 éves korodtól, hát ezt mindenki csinálta. Na jó, mindenki mutogatta be. Az biztos, tudom. Hogy volt valami más is, ami nyomatékosította ezt az élményt benned. Mert én nem emlékeznék szerintem rá, hogyha nem kaptam volna egy irgalmatlan maflást. Biztos nem emlékeznél arra, valami. Hogy életedben először látsz egy puncit. Na, melyik volt az első? Várjál, nem mondd már, hogy ez nem egy nagy élmény, hogy ott ül egy kislány, bementek az asztal alá, valami a szülőkin még arra is valami, hogy a szülők itt duruzsolnak a szobában, hogy mit csináltak a két gyerek szülei, akik ugye hát nem voltak testvérek, nem tudom. Bemegy a kislány az asztal alá, berángat, fehér zokni volt a kislányon, baromi ronda cipő, berángatott. Mi volt a keresztnél, arra emlékszel? Nem, semmit nem tudom. Azt tudom, hogy a hatodikon lakott egy panelházban, mert a hatodikra mentünk föl lifttel, és mentünk át a folyosón, a panelházakban sokszor a hatodikon van az átvezető folyosó. Átmentünk, becsöngettünk az B-szinten. A B-szinten, igen. Bementünk az asztal alá, és megmutatta. Szexi fehér térzokniban. Egy szexi fehér térzok, igen. Kiskolás jelmes. És felvál egy fejjel, igen. És aztán jött az anyuka, hát én meg mit csináltam, ha ide ülök közébe. Nem tudom, hogy ő mutatta meg először, és az volt a díl, hogy nekem is meg kell. Uh-huh. És talán te is megmutatod a puncina. Igen, hátraúztam, igen, a hozentrógeremmel, és azt mondtam, hogy nézd, nekem is van. Nem, és tudom, hogy semmiféle szemérmességet nem éreztem, úgy mutattam meg. A kislány megnézte. Ezen nem lepődök meg. Nézte egy ideig. Vártam, hogy mondjon valamit, de igazából nem mondott semmit. Fölhúztam, és... Hú, mekkora vagy? Te sem? Mire számítottál? Hú, mekkora? Légy az enyém! Apukám is sokkal nagyobb. Nem mondott semmit, csak nézte, nem mondott semmit. És aztán úgy valahogy utána még egyszer mászókáztunk együtt, de kínosan kerültük a témát. Erre tökre emlékszem. A Lajos utcai játszótére, még arra is emlékszem. És én úgy vártam, hogy fölhozza, hogy erről úgy beszéljünk, hogy úgy mit láttunk. Hogy még egyszer. De abszolút felejthető volt. Hogy azt kicsi-e, gondolom, nagy-e? Nem is, csak hogy tudod, hogy mondjon... Tomi! Hogy mondjon róla valamit. De az Istennek se akart. Mászókáztunk, aztán soha többet nem láttam. De szomorú történet. Az megkeresem, ezek alapján meg akarom keresni. Fehér térzokti volt rajta, a Lajos utcai játszótére mászókáztunk, és láttam a csúnyáját. Ezt meg tudnám találni? Szerintem igen. Meg. Mennyi? Hány év lenne? A lakás, nem emlékszel, hogy hol volt? Nem. Ahol fönt volt? Nem, az asztalra emlékszem, hogy az asztal alatt voltunk. Aha. Asztal megvan? Az asztal megvan, na, négy lába volt. Ja, ez már melyen vagyunk. Volt rajta egy rohadt ronda abrosz, azt tudom. Olvastam valahol erről az asztalról. A kutyafáját, milyen rendhagyó család volt ez, nem? Négy lábú asztal, hát megdöbbentő. De tényleg, és aztán soha többet semmi. Hát egyiből szerintem meg... Kaja, mi az, amiről megismerném mondjuk a szüléket? Ki mit utált a legjobban? Tessék. Nekem ez a saláta. Saláta főzelék? Saláta főzelék. Hát az förmedvény. Az förmedvény. A anyám zseniális, a legendás, a jól főzött főz ma is, de azt kikérem magamnak. És ő szereti a mai napig. És nem, mama, mit? Hogy? Milyen? Te szereted a saláta főzeléket? Egyébként igen. Én nem is láttam ilyet életemben azóta, mióta a gyerekkorom. Ilyen behabart cucc, és ilyen nagy zöld levelek úsznak benne, amik így megvannak. Hát ilyen kényszer szülte főzelék. Olyan, mint egy orszívó-porszívó használat után, nem? Egyébként igen. Nem akartam. Nem, akkor nem szeretem. Én erre tudok, gyereke szülőként, apaként erre tudok asszociálni. Egy jó orszívó-porszívó. Igen. Nekem mi volt, Jani? Hát az a bajom, hogy most érted. Most nem a csúnyás sztori, a kaja, csak kaja. Már besöperted a lóvét, úgy érzem. Erre már nem tudok, csak egy nyomorult sort tudnék rádok. Nem, ha egy kaja lenne, ami alapján elkezdenél keresni. A karalábé. Igen, a karalábé. Aztán később anyukám megtanulta lereszelni a karalábét, és onnantól kezdve élvezhetővé váltak a levesek. Nem az ízével volt gond, hanem az a fás kockára vágott vacak karalábéval. Egyszerűen gyűlöltem. És aztán hosszú évekkel később egy picit valahonnan jött neki az ihlet, és onnantól kezdve fincsi volt. Megtátosodott? Megtátosodott. Mindent jól főzött, de a karalábéről sem, ez a kockára vágott, és egy kicsit fás volt, akkor így piszkáltad ki a fogait közül, ott a rostokat. Borzalmas volt. Anna nagyon jól szórakozik közben egyébként, de azt írja nekem, adjál leírást, és megkeressük, milyen volt a puncia.
Anna, mekkora Sherlock, nem? Ő azonnal elkezdene keresni. Mire gondoltál, Anna? Írjam le? Nem, beszéltünk pár héttel ezelőtt azzal a szervezettel, akik ugye megkeresnek embereket. Igen. Na, nekik megadott, hogy milyen volt. És akkor mi lesz, egy fantomrajz? Egy fantomrajz. Leül majd egy rajzóval velem szembe, és akkor lerajzolja a fantomrajzot, és az alapján így megpróbálják megkeresni? Hát a lakóhelyet ezt meg tudod adni. Meg, Lajos utca, harmadik is meg tudod adni. Hát a 77-es, ők is 77-es volt. Igen, nagyjából egyidősek vagyunk. Most valószínűleg is 77-es. Hát most... Már hogy nem most, de azóta nyilván nem lett 78-as, 77-es volt. Kedves közigazgatás és elektronikus közszolgáltatás a központi ennyi. Hivatala. Igen. Keresek? Egy. Ponci. Lajos utca, 1982, azt találat, Lajos utca, 117, 6. emelet. Kedves Sebestyén úr, nem, nincs ezzel a problémájával egyedül, én még most is keresem. Igen, kedves Sebestyén úr, a kliest megtaláltuk, az a baj, hogy Zolinak hívják. Ön rosszul emlékszik. Ön rosszul emlékszik, bűdös nagy kuki volt ott a bugyiban. 8:30 volt, pontosan 3 perccel jönnek a hírek, várjuk az SMS-eket. Ki mire emlékszik, kinek mi az első emléke a szüleivel kapcsolatban, az ételekkel kapcsolatban? Egy kisfiú az asztal alatt megmutatta nekem, azóta is keresem. A lakással kapcsolatban bármi, jöhetünk SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. Hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, és a Mikulásunk úton rögtön kapcsoljuk, hogy hova ment, mi az első helyszín. Ma egész nap ugye, mi nálunk, mind Csabinál, mind Pirosnál ugye helyszíneket várunk, hogy hova menjen a Mikulás, kiket lepjen meg, elviszünk krampuszlányokat, Mikulást, és annyi kilót szaloncukrot, ahány kiló az, aki az SMS-t írta nekünk. 50-60-70 kiló szaloncukor, hát nyilván ebből szeretnénk adni gyerekeknek, felnőtteknek, kollektíváknak, munkahelyeknek, bárkinek, aki ír nekünk SMS-t. Fontos, hogy címet is írjatok, és egy röpke kis történetet, hogy miért menjen oda, hogy kinek szeretnétek meglepetést okozni. Hát nagyképű lenne mondjuk így egyedül hazavinni, nem? 80 kiló, szóval mit csinálsz vele? Hát az égvilágon semmit nem tudsz. Azt még 3 év múlva is ennék. Cukor kómáit zabálod magad, semmit nem tudsz csinálni. Na, nézzük gyorsan egy-két SMS-t, mielőtt kapcsolnánk a Mikulásunkat, hogy ki mire emlékszik, ugye gyerekkorából egy nagyon helyes kínai történetről beszélgettünk itt a hírek előtt, miszerint a kis Lee megtalálta, megtalálta anyukáját 25 év után. Emlékezett egy betonútra, emlékezett arra, hogy kuszkucket tett a levesbe, meg nagyjából, hogy nézett ki a szoba, meg a ház, ahol laktak, és 25 év után megtörtént a nagy találkozás. Hallgatóinkat arra kértük, hogy írjanak egy-két olyan ételt, vagy egy-két olyan emléket, amire emlékeznek gyerekkorukból. Apukám olyan salert adott, hogy lefejeltem a tojáslevest. Erről bármikor megismerem, így egy hallgató. Azt mondja, hogy én is megnéztem egy kislány punciát 7 évesen, jövő szombaton lesz az osztálytalálkozó. Tejlevessel például ki tudta kergetni a világból, az bármikor megismerni, írja Fabandita. Az milyen volt, hogy soha nem ettem? Tejleves. Hát nem vagy beljebb, vagy nem vagy... Undorító? Igen. Emlékszem, anyám spenótjára undorító volt, viszont a kaprós túrósát nem felejtem. Azt senki nem tudja utána csinálni. Írja nekünk egy hallgató. Én is játszottam egy kislányjal, kb. 7-8 éves koromban, leveleztünk, aztán egy éve tudtam meg, hogy ki az. Ördög Nóra volt. Na, most már bánod, mi? Már hogy annak idején nem léptél tovább. Tessék? Igen, Ördög Nórival játszott, igen. Én 8 éves lehettem, mikor a testvéremmel bebújtunk a tyúkolba, ami elég kicsi volt, és ott repülősdit játszottunk. Este anyukánk arra lett figyelmes, hogy túl sokat vakarószunk. Kérdezte, hogy hol játszott. Tyúktető. Hát ezt ti tudjátok, ez a ti világotok. Még ma is van egy zacskóval otthon. Estellem, szánom, bánom, de nekem a tyúktető kimaradt. Tehát ebben ti vagytok. Még most is találok magamon egy-kettő. Látom, hogy rohadtul makarózol. Igen, nagy barátaid voltak a tyúktetők, Feri? Persze, mondom, ma is van még otthon. Tartunk, mindegyiknek volt ebbe? Gyerekek is, igen, különböző. Ahol tollas jószág van, ott élőskörű is akad. Jó tyúktető, hát nincs azzal baj. Ganyéra jöttek a legyek, te. Sose volt egyedül karácsonykor. Nagy zöld dög legyek. Jaj, de szerettem velük játszani. Jó is az. Na jó van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Kapcsoljuk a Mikulásunkat, vagyis pontosabban nem a Mikulást, hanem aki kíséri. Ugye? Igen, mert a Mikulás nem tud beszélni. A Mikulás nem tud beszélni, a Mikulás ajándékoz, viszont ott van mellette White Boy, aki kíséri mi drága Mikulásunkat. Hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Hát ezzel felsoroltatok, hogy kollektíva, meg gyerekek, meg meglepetés, minden, az most így rögtön az első helyszínünkön az összejött. Na, hova mentetek? Bölcsibe vagyunk,
és egy olyan óvónő, gondozónő, Viki állít mellettem, aki nem is tudott erről az egészről, mert ugye fény küldött nektek SMS-t még valamikor reggel folyamán, hogy lehet. Ki küldött? A férje? A férje, Bálint, ugye? Igen, Bálint. A férje Bálint, úgyhogy most mindenki összeszaladt, akkor szíva a gyerekek a mindenki, és amikor mondtuk, hogy Morning Show meg, hogy Balázsék, akkor mondták, hogy akkor ők szeretnének énekelni, az nem tudom, hogy belefér-e. Már az óvónénik vagy a gyerekek? A gyerekek. Ja, a gyerekek, hát az óvónénik is helyesek lettek volna énekelnek. Jó, hány gyerek van ott körülbelül melletted, White Boy? Hát egy 10-12, hogyha jól számolom. Hajde cukik. És az egész az a trükk, ugye, hogy Mikulás, hogy majd csak most fog még bejönni, tehát egyelőre mi még csak itt vagyunk. Most léptünk be, más írás megvan, és ebben a pillanatban lép be. Nagyon tudják meg feldolgozni a gyerekeket. Ez már az ének? Nem, ez még nem az ének, ez még az első döbbenet, amit a Mikulás okozott. Ja, mert hogy most ment be a Mikulás. Most ment be a Mikulás. Na, akkor most neki tudtak egy éneknek. Na, meghallgatjuk. Remélhetőleg. Tartsd oda a mikrofont, vagy a telefont valahova, White-ból. Édesek. De hát cukik, nem? De bölcsiben már így énekelnek. Az a volna. Ők lebuktak. Na, eddig tartott a döbbenetben, hogy Mikulás is kiosztott a szaloncukrokat, úgyhogy sikerült a meglepetés. És hát ugye a lényegi része, ugye, hölgyeknél ugye nem nagyon illik se az életkort, se a testsúlyt firtatni, de... Bocsánat, pont ezt akartam mondani White-ból, hogy nem a hölgy írtám, hanem a férje, aki 95 kiló. Ő írta az SMS. Ja, akkor annyi kilót kell ott. Annyi? Nem tudjuk, meg én ezt nem is kérdeztem meg, de Vikit lemértük, mert hogy viccünk magunkkal egy ilyen hordozható mérleget, hogy kereken 50 kilót nyom. Úgyhogy ez tényleg azt jelenti, hogy 50 kiló szaloncukor itt most azonnal helyben. Vikit, szólaltassuk már meg, csak egy pillanatra halljuk a hangját. Sziasztok! Hello, szia, hello. Te mit csinálsz a bölcsiben? Mit dolgozol? Gondozónő vagyok. Gondozónő. Uh-huh. Igen. És mi volt a történet, hogy a párod írt? Igen, ő írt nektek, és utána nekem is írt SMS, hogy hát hogyan a szirapolkod, ne lepődjünk meg, mert hogy írt nektek SMS. De helyes, és hány gyerek van ott a bölcsiben? Hány gyerekre kell figyelni? Összesen a szoborban 23-ban, de mivel még ugye most a reggeli jön, még egy kicsit kevesebben vagyunk. Aha. És hogyha jól hallottuk, vagy jól értettük, akkor még elviekben hozzátok ma megy még egyszer a Mikulás, ugye? Nem, mert nálunk volt a bölcsödében. Volt. Jaj, de jó. A milyenket... Mikulásztatok jött meg most. A milyenket nem csalózták le? Csaló, nem is lehet az igazi. Volt az igazi. Tegnap volt az igazi. Többször nem jöhet. Nem. És mit láttál rajtuk? Örültek, vagy megdöbbentek, amikor belépett? Valaki örült, igen, de hát valaki még ugye sírogat egy kicsikét. Ó, hát picik még persze. Hát, jön egy ilyen fura bácsi piros Mikulásban, vagy Mikulásként, hát azért attól megijednek. Igen. Jól van, oké. Akkor hát boldog Mikulást kívánunk nektek a rádió nevében. Jó, köszönjük meg a párodnak, és hát reméljük, hogy kicsit boldogabbá tettük nektek is az ünnepet. Biztosan, köszönjük szépen. Jó munkát nektek ott a bölcsiben. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Ciao, hello. Na, helyesek voltak. Nagyon. Jó, Mikulásunk megy tovább. Még van két helyszín, amit mi járunk be reggel velük, és aztán Csabinál mennek tovább. Sőt, még Pirosnál este 6-ig a Klassz FM Mikulás járja az országot. Menő. Így van. Oké, mi pedig már is Óven bácsival és Beru nénivel játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló! Hello! Szia, Szilvi vagyok! Sziasztok, Feri, Jani! Szia, Szilvi! Hello, Szilvi! Hello! Hello, honnan jössz minket, Szilvi? Albertészáról. Nagyon szeretitek Albertészáról. Bizony, ott voltunk a pékségben. Így van, pontosan. Ott voltál? Igen, én is ott voltam. Tényleg? Úgyhogy örülök, hogy bekerültem a játékba. Remélem most az élő adás van, ez az egy kicsit izgatottabbá tesz, de remélem, hogy hát, ha fog sikerülni. Albert isen csináltuk a Balácsot, a Kalács, igen, meg igen, a igen, Balácsot. Igen, ott volt a nagy sikerű Balács. Hát az ahhoz, abból élnek. Igen. Én meg ott töltöttem életem első eklerfánkjait. Igen.
Tényleg ott egy ilyen pékségbe tevékenykedtünk, igen. Jó, de jó. Mondjuk kis Balázs. Igen. Mivel foglalkozol, Szilvi? Hát megmondom nektek őszintén, hogy én itthon vagyok, és egy kozmetikai cégnek, egy négy betűsznek vagyok a tanácsadónője. Gondolom, hogy sejtitek, hogy melyik lehet az. Hogyne, persze. Jaj, jó. Persze. Ne viccelj. Négy betű Lorá, hogyne, ne viccelj. Igen, de azt mit hogy tanácsadó, hogy bemennek hozzád, és akkor elmondod, hogy ez pattanásos bőr, zsíros bőr, ezt használd, azt használd. Igen. Így van, pontosan. Igen. Hogy ilyen szabadon, tehát ezt én osztom be magamnak az időt, hogy éppen mennyit foglalkozom vele. És mész ilyen termékekkel is házalni? Nem házalok. Tehát nem kell menned nekem ilyen... Nekem megvannak az állandó vevőim, és akkor mindig viszem az aktuális katalógust, és akkor abból választanak, és akkor megbeszéljük, hogy kinek milyen terméket ajánlom. Aha, na jó van. Oké, Szilvi, egyedül játszol most, vagy van, aki segít? Hát sajnos egyedül, teljesen egyedül vagyok, úgyhogy remélem, hogy azért általában szokott menni, de most ugye itt a torkomba dobog a szívem, de bízom benne, hogy hát ha sikerülni fog. Na, meglátjuk, ne izgulj. Figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Mit csinálnak? Hát... A csúktető és a döglegyek után valami megnézik, hogy nem fajfekvéses a borjú. Mondjad, Szilvi, mit mondtál? Igen, tehenetfejnek. Tehenetfejnek, igen. Jól van, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. La 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 la. Na. Hú, nagyon ismerős. Lehet is. Ez meg lehet, Szilvi. Balázs nagy kedvence az előadó. Hát meg annál is. A világból ki lehet üldözni velük. Tessze. Ő egy legenda. És azt gondolom, hogy magyar. Igen. Megmutatjuk még egyszer, amit gondolkozol. Jó, figyelj. Na. Valami. Semmi. És szerintem nő. Hát szeretne. Nem. Pedig nagyon itt van a nyelvemen, de még nem megy, vagy egy kicsit hosszabbal lejön. Hát, jó. Nem. Meg tudjuk mutatni, nem tudom, hogy van ennél hosszabb, de ha ebből nem ugrik be, szerintem nem fog, mutatunk egy kicsit hosszabb részletet. Jó. De ennél hosszabbat már nem tudunk, kivettük a sapkát, figyelj. Semmi? Tudom pedig, amikor meg fogjátok szólaltatni, akkor biztos, hogy úgy vagyok. Na, a fejemet megmutatjuk. Fogok kapni, de egyszerűen most nem jön a számra. Bizony! Ma koncernezik Balázs Fecó! Na, utána megy, nézd meg! Fecó! Kis ki az álmom kapuját! Vagy álmok kapuját! Jó. Így van, Balázs Fecó, korál együttes. Hát nem egy szájnom és gyárkunk el volt. Hát nem, az valóban nem. Rögtön azonnal meg a csavar fel a szőnyeget, meg ezek, amik már többször is voltak, azt rögtön tudom az első beéneklésénél a Petinek. Hát, fájó szíved, elbocsúzunk. Igazándiból a játék kedvéért, tehát nincs is más vigaszok. Legalább játszhattam veletek. Hát ez ilyenkor mindig ezt mondja az, aki nem nyer, megértem, ez ilyenkor soha egy vigaz, hát ez én marad. Nem fogok ezért sírva fakadni. Örültem volna, hogyha a kislányomnak szerzek egy csomagot, de hát ez van, majd próbálkozok még legközelebb. Okay. Amit írtam SMS-be, azt olvastad, igen. Balázs? Igen. Olvastam, mit írtál? Olvastam, de mit írtál? Hát azt, hogy nem elég, hogy hallgatnak minden nap titeket, de még veled is álmodok. Na, akkor majd Anna visszaív, és akkor elmondod neki, hogy mit. Hova keveredett ez a levél? Én is el akarom olvasni. Nem írta le. Szilvi, köszi! Jó, én is köszönöm, ciao. És jó hétvégét kívánok nektek! Neked is, hello. Hello. Na mi van, mész ma este? Ne hazudj, az igazat mond. Tegyek vissza a telefonhoz, hiszen tudom, Balázs, kevés voltam neked. Mész ma este? Igen. Hát megyek. Elmész? Hát hülyéskedsz, persze. Hazudik.
Jól is teszed. Nekem mondta. Persze. Tegnap annál megleptem két Balázs Fecó jeggyel egyébként, és ezt kérdezem most tőle. Igen. Na jól van, 8 óra van pontosan, illetve 1 perc múlva 8 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 8 óra múlt pontosan 16 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! A Klassz FM Mikulása járja az országot, jön, megy, rohan, egész nap kívánságokat teljesít. Ha valaki ír nekünk egy SMS-t, hogy hova menjen a Mikulás, annyi kiló szaloncukorral lepjük meg, ahány kiló az SMS írója, címet várunk, hova menjen, és kik várják ott. Nagy szívfájdalom, hogy nekünk csak 3 helyszínt lehet teljesíteni, mármint, hogy ez a kvótánk, ugye, na minden de. Órában egy. Na de aztán Csabinál is megy tovább a Mikulás, Pirosnál is megy, tehát egész nap a Klassz FM Mikulása próbálja boldoggá tenni a hallgatóit, meghálálva azt, hogy bennünket hallgattok, örömet okozva sok-sok embernek, hiszen nem csak családokhoz megyünk, hanem kollektívákhoz, munkahelyekhez, oda is, ahol 20-30 vagy akár 40 ember dolgozik együtt. És 80-90-100-60-70 kilónyi szaloncukrot hagyott a Mikulás, attól függve, vagy függvén ugye, hogy hány kiló az, aki az SMS-t írta. Rengetegen szeretnék ezt a Mikulást. Dunakeszitől kezdve, Pécsen keresztül, 6. kerület, Pest megyei címeink vannak, országos szinten mindenhol menjen. Na, Mikulás, kérik a hallgatók, lehet egyébként távolabbi címeket is írni nyilván, hiszen egy ideig itt köröz, majd aztán elindul ugye messzebbre is. Jött nekünk már Egerből, Miskolcról, Fótról, SMS, Dunaharaszti, Táncsis Mihály utca 33, például egy óvoda szeretné, hogy menjen a Mikulásunk. Úgyhogy Somogy Marcali, szintén iskola, 4. A osztályából küldtek nekünk SMS-t. Szét akarják tépni ezt a Mikulást. De ez jó. Nem csodáljuk. Ez jó, igen. És hát vannak magáncímek is, akik írnak. Már nem a címek, hanem a címek ellakók. És hát van, aki White Boy-t szeretné. De egy jó, eladó a férfi. Egy jó kiállású, jó megjelenésű, szimpatikus fiatal emberről van szó. És ha már egyébként az adás kapásról... Kicsit korábban még neki, igen, nincs hozzászokva, akkor ilyenkor szokott lefeküdni. Nem nagyon ért, hogy miért van világos. De tolunk bele két. Napszakot nem ismerte. Igen, vénásan kapott két kávét, úgyhogy felpörög majd kicsit. Na és ha már az adáskapásról van szó, elmondjuk, és még majd mondani fogjuk ezen a héten, meg a jövő héten is, hogy van nekünk egy adok-kapok rovatunk a honlapunkon, a morningshow.hu-n, és oda várjuk a felajánlásokat, illetve azokat, akik rászorulnak erre, arra, amarra, kisebb-nagyobb dolgokra, látogassatok fel oda, nézzetek körül, és ha tudtok, segítsetek egymásnak, illetve ha szükségetek van valamire, akkor is jelezzétek. Lehetőleg ne pénzért, jó? Nem. Nagyon fontos. Azokat egyébként, ha valami ilyesmi kis tréfa felütölte a fejét, azokat rögtön töröljük. Azonnal kirakod őket? Így van, azonnal? Ez nem egy internetes ilyen piac tér, tehát ott nem arról van szó, hogy itt valaki valamit el akar adni valakinek, nem, hanem felajánlasz valakinek valamit, és esetleg elcseréled, esetleg. Na, Robbie Williams nyilatkozott arról, hogy milyen szellemben szeretné nevelni a gyermekét, és érdekes, amiről beszélt, mert ez előbb-utóbb minden szülőt elér, mindenkit érint, aki gyerekes, aki gyereket nevel, előbb-utóbb belekerül ebbe a szituációba, vagy szembe kerül egy ilyen helyzettel. Ugye Robi azt mondta, hogy azt tervezi, hogy gyermeke majd csak azon gyerekekkel barátkozzon, és ott is aludhat majd először, akinek a szüleivel ő is jóban van. Új, de meg fogod szívni. Ő még nem tudja, látszik itt még a tapasztalatlanság. A tapasztalatlanság, a kezdeti lelkesedés, a szülői lelkesedés és a rutintalanság. Tehát fogalma nincs még erről. Izomból próbál meg nevelni. Ő azt mondta, hogy ugye szabályozni akarja, hogy a gyereke kivel barátkozik, és csak olyan gyerekekkel barátkozhat majd, ahol a szülők is jobban vannak, aha, tehát mit tudom, az Adélnak a gyerekével lehet csak jobban. Ja, mert ők összejárnak. Mert ők összejárnak, aki szereti az Adélt, és hát így. Aha. De ha olyan gyerek jön a képbe, akivel csak a gyereke van jobban, de ő nem, vagy nem szeretik egymást, akkor azzal a gyerek sem barátkozhat. Vagy te felnőttként szereted a másikat, de a két gyerek meggyűlöli egymást, azzal sem nagyon tudsz mit kezdeni. Hát az szerintem az a ritkább. Aha. Mert a két gyerek azért általában jó, sokszor jól kijön egymással. Nem tud, csendesen játszanak, vagy nem játszanak. A melegebb az, amikor a gyerekek szeretik egymást, és a szülők mondjuk egy óvodában egymás mellé sodródnak. Nem? Áthívod őket, igen, és kínosan feszengsz? Vagy áthívod őket, vagy nem hívod át őket. Hát hány olyan gyerek van, ahol a gyerekek jóban vannak, viszont a szülő az, hát ki nem állhatja azt a szülőt az óvodából, a foglalkozásról, a teniszóráról, a judóráról, a jéghokiról, de mégis ugye kénytelen vagy egy kicsit ilyen, hát mit mondjak, műbeszélgetni? Vagy barátkozni? Hát, ugye? Igen. Amíg tart az egy órás, két órás, három órás foglalkozás. Ez nagyon nehéz, de szerintem a gyerek érdekében ezt a kompromisszumokat időnként meg kell kötni.
Hát, hogy... Kimentek a játszótérre, rászállsz egy 3 órát a dologra, hogy játszanak a gyerekeid, vagy a gyereked, aki ugye összebulizik valamelyik másik gyerekkel, neki is ott van az anyukája, vagy apukája. 3 órán keresztül kényszeredetten beszélgetsz valamiről? Álszent, aki ezt mondja, szerintem 3 óráig nem beszélgetsz olyan emberrel, aki kell találgatni mindenféle ilyen kis ürügyeket, amiknek kapcsán így abba lehet hagyni a beszélgetést, elhívás a telefonon, jaj, a gyereknek megint lecsúszott a nadrág, jaj, az oknia, beketem a cipőfűzét, megyek egy kicsit, játszok velük, nagyon szeretik, akármi. Meg már indulnunk kell haza. Igen, hogy elszaladt az idő, már 12 perce itt vagyunk. nagyon nehéz sztori. Van ilyen nektek, most nyilván név nélkül, akivel így nagyon kell, mert a gyerekek jóban vannak, de a pokolba kívánod? Az olyan közösségi tereken inkább a anya van. Úgyhogy én abból kicsit kivonom magam. Játszóterezik? Igen, játszóterezik inkább. Én is szoktam menni, meg az ilyen óvodás aktivitásokon. Hát kérlek szépen, múltkor volt az ilyen lámpásos felvonulás. Ott szerencsére nincs jóba az én gyerekem azzal a gyerekkel, akinek az anyukáját ott tudtam volna hát megverni. Gyakorlatilag 2 perc múlva. Ez még mindig a jobbik eset. Már még mit akartam mit tenni? Igen. Ott nem kényszeredett a beszélgetés abban az esetben. Vele nincs kapcsolatunk, beszélget. Egy másik csoportnak az anyukája volt, de ha például a Panna az ő gyerekével összebarátkozni, és nekünk ott kéne bármit is beszélni, tehát az a tudálékos na! Nem tudom, hogy hívják a gyereket, mindegy. Pistike, szépen állunk. Gyerek menne a többiekkel. Nem is sehova! Hadd menjen már, hát megy a csoportjára. Igen, beleszólni nem akarsz, igen, nem? De hogy közben a gyerekek jóban vannak, igen, tehát nem tudsz mit csinálni. Mi van, ha ott akar aludni például egy olyan szülőnél, szerintem ezt is sokan átélik, ahol a szülők rühelik egymást. De a gyerekek láthatóan hát szeretik egymást, kedvelik egymást. Neked nem kell ott aludni, ha hadd menjen. Hát neked nem kell ott aludni, de gondolom, hogy a szülő, vagy hát saját tapasztalat, hogy nem szívesen hagyod valahol ott, ahol mondjuk hát nem felhőtlen a viszony, vagy nem kedvelitek egymást, vagy látod, hogy ő nem abban a szellemben neveli a gyereket, nem? De nagyon sok konfliktus forrás lehet ebből. Hát egy ott alvás, hát most az szerintem belefér. Azért, mert neked nem kell átmenni, vagy átviszed a gyereked, azt mondod, hogy tetség, hoztam 2 csokit, érezzétek jó magatokat, telefonáltok, ha baj van, majd jövök. Ha a gyereke nem csapodik le az, hogy ti nem vagytok jobban, akkor szerintem nincsen semmi gond. De hogyha az van, na, Benike, fekszetek, ha már vagy máshoz vagytok szokva, az a nagyképű öntel apád nyilván nem tesz le 10-kor. Nyilván, amíg magát nézi a tévébe, addig neked is azt kell nézni, ugye, Benikém? Na, itt 8 órakor regula van, majd megtanulod, mi az a regula. Na jó, de például csekkolod a lakást? Megnézed, hogy hol hagyod ott a gyereket, vagy elég, hogy jóban vannak? De érdekes felvetés. Egyébként tök logikus, meg jogos. De nekem például ez eszembe se jutott volna, hogy megnézem. Rajta, hogy anyagilag úgy állnak? Nem kell átbukdácsolni építési törmeléken. Hát nem erre gondolok, például 5 éves a gyerek, vagy 4 éves, akkor mit tudom, elrakják a kicsi apró dolgokat, ami eleshet, nem tesznek a kezébe rágógumit, cukrot, vitaminokat, bármit, lenyelhet, hát nincs egy kis játék az ágy körül, amit mondjuk bevisz a játékba, mert a gyerek gesztenyével játszik még az ágyban, akkor még nem akarod, hogy a te gyereket lenyeljen egy fél kiskatonát, vagy egy legódarabot, vagy egy gesztenyét. Hát azért rutinos szülőként első reflexből jutnak eszedbe ilyen dolgok, ha ott hagyod valahol a gyereket, hogy mi az, ami akadályt jelent. Mi az, ami veszélyforrás a gyereket. Ezen mindenki így gondolkodik. Kiálló polc, tükör, nem? Kiálló szög a falból, képek. Ez fura. Hát azért, mert én megbízom a másik szülőben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ő észnél van annyira, hogy mondjuk én idős gyerekek körül nincsenek ilyen dolgok a lakásban. Szerintem minden szülőnek más a félelme. Tehát van, ahol például mit, ami rohangál a gyerek, és úgy ehet. Én attól meg tudok örülni. Kiskoromban nagyon sokszor majdnem megfulladtam. Tehát nálunk kevés szabály van, de azt be kell tartani, de a Benni csak ülve ehet. Nem szeret mit enni, úgyhogy csak rohangáltunk. Például, amikor szőlőfürtökkel látok itt gyerekeket rohangálni, és közben szőlőt vagy áfonyát eszik, a hidegráz. Nézem, tudod, és így nem értem. De valószínűleg ez az én félelmem, aha, amit nyilván úgy átdolok a másik szülőre, vagy a Benire, hogy nálunk az, hogy nem rohangálhat. Az mondjuk nem baj, ha le tud ülni. Hogy le tud ülni. Menni. Na például másik szülő, ahol ott alszik, azt mondjuk megengedi neki, tudod. Vagy például játszóházas kényszerbeszélgetések, az megvan, mikor így elmész valami olyan szülővel, ahol azért nem annyira rózsás a helyzet, csak elbeszélgettek vidáman. Ne menj tovább ezen az ott alvóson, mert ez engem érdekel, hogy amikor a Benni először azzal jön haza, hogy ott fogok aludni a Krisztikén és Sanyikán akárhol, akkor te mit fogsz csinálni? Fölhívod a másik szülőt? Na kérem szépen akkor, Sanyi apu, mondom, nincs evés közben rohangálás. Meg ne lássam a szülőt. Érted? Mit fogsz csinálni?
Hát én egyszer megnézem a lakást. Aha. Az biztos. És benézel a hűtőbe, hogy van-e bent szőlő? Nem, elmondom. Én elmondanám. Egyébként nem alakulgottam, én elmondanám, hogy gyerekek, figyeljetek, én be vagyok túl, hogy a gyerek férjenyel. Lehetőleg ülvehetessétek. Úgyhogy hoztam át egy laticelt, én is itt tartom. Igen, illetve, hadd nézem a feleséget. Ti csináljátok, amit ezt se szoktatok. Meghúzom itt magam a sarokban. Ígérem, nem zavarok, és nem archiválok. Szóval, mit tudom, én megkérem, igen, hogy kicsi, benne imád ilyen kis dolgokat bevinni az ágyba. Hogy figyeljenek arra oda, hogy a zsebébe valamit, hogy ne vigyen be az ágyba, mert hanyat fekszik, a feje fölött ott még játszik, milyen minden, azzal mindig ki kell tőle lopni. Hogy arra például figyeljen. Aha. Hát azért ezeket nyilván csekkolod, nem adod be úgy valahova a gyerekedet, hogy persze aludj ott holnap gyere, és a gyerek mondjuk 5 éves, más a 10 éves, nem? Aha. Hát csak megnézed azért, hogy hol alszik a gyereked. És mit gondol a szülő, akit elkezdesz csekkolni? Mit akar ez a hülye? Igen. Nem tudom, ablakot megnézem. Igen, jegyzetel, ha rohadt életben kifogyott a félc. Semmi, kicsi, apró kis online kamerákat rakni, kis GoPro-kat is fölragasztanék, mindenhova tudod. Hát szerintem az ott alvás azért az már egy... Ott azért már kell, hogy valamilyen nexus legyen szülő és szülő között, nem? Akárkire nem bízod rá a gyereket, nyilván. Nem, hát az már azért fontos, hogy legalább megnézd. Nem, mert olyan szokott lenni például, hogy a Jázminékkal, hogy oda mennek haza az ovi után. Jázmin, vagy, az nem mérgező? Nem, hála Istennek, vagy Jázmin hozzánk jön, amikor az anyukájának van valami dolga. Vagy a Panna például nagyon szeret a Jázmin, átmennek oda. És ott vagy 3-4 órát, érted? És mondjuk ismerem a Jázmin anyukáját, meg nyilván a kedvesem is, egy nagyon helyes, tök szimpatikus csaj, de azért ugye elkezdesz gondolni. Persze! Most nálatok mi van? És akkor kérdezed a Pannát, mikor hazajön, na és akkor mivel játszottatok, és tökre megbízó benne, de van egy De mégis tudni akarod. Mesélte nekünk valaki, nem mondom, hogy mi a foglalkozása, hogy lecsekolta a lakást, beszélt a szülőkkel, ahol a lánya ott aludt, idősebb lánya van, tehát nem 5 évesről van szó, és másnap a lányáról csuma részek fotókat látott az interneten, ne, Facebookon vagy valami. Hány éves? 10 akárhány éves lánya van. És kiderült, hogy a családdal együtt részegedett le, ahol ott aludt a lány, de hát mondom, nem 8 éves gyerekről van szó, hanem 16 éves kamaszlány. Hát nem áll. Mert hogy abban a családban a lánynak megengedték, hogy ő igyon. És átment a kislány ott aludni, makonyára itta magát ő is. És másnap az interneten vették észre, hogy a lány a szüleivel együtt berúgtak. És az volt a móka. Azért az. Igen, nem tudom, ti mit szoktatok estéket csinálni, mi mindig borozgatunk. Igen, a gyereket ott fekszik. Megmondtuk egyet. Száraz, félszáraz, mit iszok? Júli, te szülőként mit csinálsz ilyenkor? A Lidi lányom volt először. Lidl? Így hívják a lányodat? Osanka, másik. Aldi, Lidl, ide gyertek. Elég komoly szponzorszerződést kötöttünk velük. Na, tehát, hogy nem a Lidi lányom. A Lidi? Lidi lányom aludt először nyáron a legjobb barátnőjénél, illetve lent vidéken a szülőknél, és lefelé, mikor mentek le, akkor derült ki, hogy van 2 böszme nagy pitbull lent, és én ezektől a kutyáktól félek. És a Lidi meg főleg fél a kutyáktól. Mekkora a Lidi? Lidi 5 éves. Nem Lidl mondtam, csak megmondott a nyelven. Lidli, vagy azt mondom, hogy Lidli. De csak egy jel van. Éves, és körülbelül Lidl. A térdedig ér, tehát egy pitbull pont a feje tetejéig. És 2 pitbull volt lent. És ott volt lent 2 pitbull, de ez már akkor derült ki, miközben mentek lefelé. Ez nagyszülők, vagy egy másik szülő? Az anyuka vitte le, és az anyukájához vitte le, de úgy vitte le, hogy ő is ott volt. Tehát akkor egy másik gyerek szüleivel ment, vagy az anyukájával. Ott voltak a testvérek is, és akkor úgy egy pillanatra úgy megremegett a léc, és mondtam, hogy ez én nem szeretném, én félek a kutyáktól, a Lidi is fél tőlük, tehát kerüli őket messzire, és mondta, hogy semmi gond, be fogják zárni őket, úgyhogy nem fognak a gyerekek közelébe menni. Én 2 napig azért elég... Tesco, Penny, helyetekre! Igen, Osanka! Takarodj helyetre! Spár! Szóval, amiről... És leengedted? Hát, akkor már útban voltak lefelé. Tehát nem mondtam nekik azt, hogy akkor Miskolcról tessék visszafordulni. És ráadásul mondta nő, hogy be lesz zárva a 2 kutya. Aha, hogy ne de gondolom, a hidegrázott 2 napig, nem? Nagyon féltem attól, hogy ne adj Isten, oda megy a gyerek, és kinyitja. De ti a szülőként jobban vagytok? Tök ezt... jobban vagyunk, aha. Tehát ez teljesen jó volt, és ráadásul tudtam az anyukáról, hogy megbízható, hogy a gyerekei szépen jól neveltek, tehát hogy nem lesz velük gond, a kutya az nem derült ki, az csak út közben. És mi van, ha nem? Akkor kényszerbeszélgetsz? Vagy ott, akkor megengeded az ott alvást? Vagy akkor mi van? Amikor olyan szülővel találkozol, ahol nem kedvelitek egymást, de a gyerekek mondjuk imádják egymást. Én, tehát az az igazság, hogy szerintem a hasonlót vonz, tehát az úgy nincsen, hogy tehát nekem van 3, ahogy így beszélgetetek, 3 ilyen nagyon kellemetlen anyukám, akiket a játszótéren szedtem föl. Az egyik, akit egyszer egy, azóta kerülöm azt a játszóteret, ő a bio anyu, én csak úgy hívtam mindig bio anyu, aki szemrehányást tesz nekem, hogy miért nincsen a gyerek nyakában borostyánlánc, hogyha fogzik.
aki... focira, miért jó? Focizik a gyerekeket. Igen, mert azt mondják, hogy segít. Fogzott, aki állandóan diagnosztizálta a gyerekeimet, hogy az egyik éppen, nem tudom, Asperger szindrómás, a másiknak pedig ekciémája lesz. Ezt így mondtad a gyerekeidről? Igen, mondta, hogy nem tudom, hogy észrevette, de lehet, hogy a kislányod hiperaktív. Ezeket imádom az ilyen tip. Nem akarok beleszólni a nevelésbe, de az, amit csinál, az nagyon rendetlen. Szerintem nem hiperaktív, csak egyszerűen kislány és lelkes. Úristen. Ővele többet nem. Egyébként a gyerek állandóan beteg volt, mindig mindennel tömték. Volt egy másik, aki, és ebből a másik kettő az állandóan ránk járt, mert hogy az a baj, hogy én nem tudok ezeknek nemet mondani. Tehát azt mondja, hogy átjönnék látogatóba. Az egyik az rendszeresen ott hagyta nálunk a gyerekét. Már mi az, hogy ott, amit egy gyermek megőrzőbe berakta? Bejött, azt mondta, csacsogott 3 percig, majd azt mondta, te figyelj csak, volna egy kis dolgom, el szaladnék elintézni, és ott maradt. De miért nem tudod, hogy 500 per óra? Miért nem kérti órabért? 2,5 órán keresztül ott maradt nálam a gyerek. A harmadik volt a legerőszakosabb, az egy, aki meg volt róla győződve, hogy az ő kisfia meg az én kisfiam a legjobb barátok. Ez egy ilyen, ilyet ismerek. Ez egy ilyen rettenetesen rámenős, elkezd egy mondatot, és 1,5 óra múlva hagyja abba, és így jön, és így nyomja, és meghívatta magát. Már hova? Hozzánk. Szentestére? Nem, csak úgy hozzánk látogatóba, és én azt hittem, mert szokott ilyen lenni, hogy átjön egy anyuka a gyerekével, ő átjött a férjével együtt, plusz áthozta a gyerek testvérét is, úgyhogy ott ültünk a 43 négyzetméteren. Hát szeretiteket, Juli, hát. Apuka, anyuka leült a kanapéra, én ott álltam egyik lábamról a másikra, mert nem készültem arra, hogy egy egész családot fogadok. Totál ciki volt az egész, és rohadtul nem érezték azt, hogy haza kellene menniük. Beugaratunk hányan? 6-an. Igen, és itt is aludnánk. Átugranánk, és erre megjelent az egész csapat. Csővázas hátizsákok. Apustul, leültek a kanapéra, csináltam nekik teját, megkínáltam őket sörre. Azt írek egyébként, hogy ha tudnád, hogy nem a kutya volt bezárva, hanem a Lidi. Lidi csárták el, és a kutyákat engedték ki. Igazából nekem mindegy, az lényeg, hogy senki nem harapta meg a lányomat az alatt a 2 nap alatt. Kemény dolog ez egyébként. Szülőként ugye ezek a barátkozások, álbarátkozás, hogy csinálod, mint csinál, engeded, nem engeded, igen, nem egy egyszerű helyzet. Na jól van. Ha vannak hallgatóink hasonló helyzetben, írjanak nekünk SMS-t, jó? Egészen nyugodtan, mi pedig nem sokára hívjuk majd a Mikulást, aki már egy újabb helyszínen van valahol, bejelentkezik hozzánk, úgyhogy őt is hívjuk és meghallgatjuk, hogy kinél van. 9:03 jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Jajaj! Ajajaj! Húha, most mi lesz? Hú, gyerekek, nagyon sok címünk van. Nem is tudom, hogy fogunk tudni választani. Már, hogy nekünk már nem kell csak egyet. De hát őrület van, tehát az egész ország ezt a Mikulást akarja. Győrön keresztül látom a falunkon tényleg mindenki. Mindenki. Az ország minden szegletébe el kéne, hogy menjünk. Enyingtől kezdve Győrön keresztül Egerig, Szegeden át, mindenki a Klassz Mikulást akarja. Van, aki családba szeretné, van, aki magának szeretné, van, aki beteg gyerekeket szeretné, van, aki bölcsödébe, óvodába, konyhára. Túlvállaltuk magunkat. Igen. Ami nem baj, persze, nem mondtuk, hogy mindenhol el tud menni, de igyekszünk azért. És Csabinál is lesznek még helyszínek, úgyhogy ott is megy majd a Mikulás, sőt, még Pirosnál is. Ugye, ahogy te mondtad. Este 6-ig nyomja este 6-ig a műszakot. Na, itt van velünk Whiteboy, aki már a következő helyszínre közvetítette a mi kis Mikulásunkat, hogy boldogát tegyen megint valakit vagy valakiket. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, merre vagytok? Mikulás is mellettem. Itt vagyunk egy szülészeti klinikán, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Mikulás az nagyon komolyan rockstarba nyomja. Tehát ilyen nővér fürtöt húz maga után, ilyen 15-20 nagyon csinos nővérke egy követi őt jobbra-balra. Kérdezték az előbb, hogy hol van a Mikulás, mondták, hogy a szülészeten, de még szólófájásai nincsenek, szóval teljesen fölborított az életét a szülészeti klinikának, akinek köszönhetően pedig itt vagyunk, hogy nem más, mint Kata kezi csokkolom, szia! Szép jó reggelt, vagy szép jó napot kívánok! Mi is a pontos beosztás itt neked? Hát itt az újszülött osztályon dolgozom, mint csecsemős nővér. Hol tartunk ma jelenleg friss gyerekekből így 6-án? Darabra? Igen. Mai napból, még reggel mi nem kaptunk, mióta reggel 7 óra óta itt vagyunk, ma még nekünk nem született új. A hidegfront nem hozta meg a gyerekeket, akkor valószínűleg. Van azért, van a polcon egy jó pár gyerek. Van a polcon. Hát itt nem van a polcon a gyerekek. Kiszobában, 3 kiló szegedi cipot így lemelték az egyiket. Szabolcsot, ugye? Szia, Szabolcs. Igen. Eljön a kocikasság pillanat a katadrága, méreszkedünk egyet, és akkor annyi kiló szavaztuk, ahogy ezt mi megígértük. Jó, akkor nézzük csak.
Mérleg, megvan, te 70-et írtál nekünk SMS-be, de ez 75. Mi pedig jó szívűek vagyunk. Hát. Fölcsúszott egy ötöcske a hirtelen. Igen, karcsúszítottam magamat, igen. Igen. Tudod nekünk Adika, tehát kicsit, vagy hall minket? Itt vagyok, igen, hallok. Hello, jó reggel, szia, itt vagyunk mi is, hello. Szia. Hányan dolgoztok ott pontosan? Most jelenleg hárman vagyunk, nagy az osztály, vannak osztályos nővérek, szülésznők, tehát vagyunk egy jó páran, tehát azért elosztjuk ezt, ez nem csak az enyém lesz. És te írtad az SMS-t? Én írtam az SMS-t, igen, mert mindig hallgatlak benneteket. De jó, hát meg ott jó helyre megy azért, ahogy mondod, ott sokan igen. dolgoznak. Jó. Sokan dolgozunk, igen. 75 kilónyi szaloncukrot készülünk akkor ott hagyni nektek. De. Jó? Nagyon szépen, köszönöm. Ott az egyes számú szülészeti klinikán, és hát nem mondom, hogy váljék egészségetekre, de nassoljatok. Nassoljatok nyugodtan. Jó? Egy fogok belőle lenni meg. A csecsemőknek nem ám a szájába tuszkolni. Igen, nem, az nem, nem szeretjük. Majd a pelenkájukba egyet-egyet becsempészik. Az jó. Azért, az jó. Ott vannak a nővérek is körülötted? Igen, itt vannak a kolléganők is, igen. Kik itt vannak ott, csak hogy megnevezzük őket? Hát hogy... a Julika a főnővérünk, és Szimike a kolléganőm. Julika és Szimike, Julika főnővér. Igen, és vannak az osztályosok, de azok most itt egy hirtelen elfutottak, mert nem akarnak nagyon szerepelni, úgy látszik. Milyen a Mikulásunk, láttad? Persze, itt van előttem, fotó is kész, minden szuper jó. Krampuszok? Krampus egy van, igen. Egyet elhagytunk, vagy mi van? Egy. Kettő indult el innen. Kettő indult el. Egy eltűnt. Az egyiket már leválasztották. Az egyiket már leszették valahol. Most mondja Téla, hogy egyet ott igen, a Mikulás látta a szülőszobán állítólag a Krampus. Azért, mert a Krampuszok nagyon kelendőek. Igen, nagyon helyesek. Jól van, na örülünk akkor, hogy minket hallgattok, szeretnénk ezt meghálálni, és akkor hát aztán majd engedjétek el a Mikulást, megy még a következő helyszínre. Puszilunk titeket, jó munkát. Köszönöm szépen, köszönöm nektek is, sziasztok. Hello, sziasztok, ciao. Na. Mi a harmadik helyszínünk, tudjuk már? Még nem. Hát egyelőre még nem, még egyet fogunk keresni, de tényleg, ahogy te is elmondtad, hát nem könnyű. Nem könnyű, gyakorlatilag az SMS alatt előzönlötték a kérések az ország minden szegmenséből, és hogyha ha igazából belegondolunk, mindenkinek szívesen küldenénk, de nem tudunk. Igen, sajnos nem, igen. Na jó, van, megyünk tovább, hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, Ricsi vagyok. Szia! Hello, Ricsi! Honnan hívsz minket, Ricsi? Most jelenleg Cseperről. Cseperről. Mit csinálsz, ott dolgozol? Most dolgozunk, igen. Na. Jelen pillanatban. Mi a meló? Ebédet szállítunk nyugdíjasoknak. Ó! De ez ilyen igen. Szociális munkásként, vagy hogy? Nem. Fizetős. Tehát nektek kell kivinni. Örülni most szoktak? Most segítek. Vagy neked mondják azt, hogy már megint ilyen mócsingos a hús. Igen. Tehát te hallgatod. Jól van, kivel? Ki az, aki segít? Egyedül vagyok. Egyedül vagy. Uh-huh. Nem, így legalább nem kell osztaszkodni, majd a nyereményen. Ami egyébként nagyon jó kis nyeremény, ugye ma van egy garantáltunk is, ami Svédország egyik büszkesége egy bizonyos fényipari cégnek az ajándéka, illetve van benne egy olyan kis termék is, ami Bear Grylls-hez, a nagy túlélőhöz kapcsolódik. Na, jöhet az első kérdés? Jöhet, készen állok. Dedikált nyakbasz akasztóért így szól. Ki énekelte az Aranyszem című James Bond film főcímdalát? Tina Turner. Vagy ugye? De ez Zámbó Krisztián. Elfogadtuk volna. Menjünk tovább? Menjünk, mehetünk. Dedikált egérrel átét vagy szatyorrért, így szól a második kérdés. Milyen járművel kerülte meg az Egyesült Királyságot Bear Grylls? Jetski. De jó van, láttuk, készültél. Készültem. Fogalmam nem lett volna. Sosát. Dedikált sapka a harmadik kérdésért, ha jól válaszolsz, mehetünk? Vagy meg is állhatsz, és azt mondod, hogy elviszed a... Igen? Igen, nézzük. Jó, így szól a harmadik kérdés. Melyik országban volt igazolt játékos Magyarországon kívül Nyilasi Tibor? Nyilasi Tibor? Nyilasi Tibor? Meg kellett volna állni. Jó kérdés. Magyarországon kívül egy országban játszott. Ausztria. És nem is messze, egy picit elkéstél vele. Okay. Így van. Ausztria win.
pont lejárt az idő. Már elkezdett ez a rossz effekt szólni, amikor elkezdted mondani, hogy Ausztria. Nem egyszerre volt? Mikulás van. Na, egyszerre volt, jól emlékszem. Egyszerre volt ez. Egyszerre, jó. Megszólalt az effekt, meg kimondta egyszerre. Én odaadnám. Hm? Jó. Ja, a születésnapom is van ma. Jó, akkor nem. Kis ajándék a 18. Na most rontottad el. Dehogy is nem. Nem, bemondtad, hogy Ausztria, de tulajdonképpen ilyen célfotós a dolog, úgyhogy megadható szerintem. Megadjuk neked, jó? Ó, istenek vagytok. Megvan a nyakbalkasztó, az egérrel átét és a sapka is, küldjük neked dedikálva, és egy külön Berg Grills ajándékcsomagot. Így van, meghallgatod, hogy konkrétan milyen termékek vannak az ajándékcsomagba, majd a szignál után, jó? Köszönöm, királyok vagytok. Köszi, hogy... Mindig hallgatunk. De most már nem kenyelni. Köszi, Ricsi. Ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 5 perc van, pontosan 9 óra péntek van, ez azt jelenti, hogy Peti összegezte a hét híreit, vele folytatjuk a hírek után. Hoppá! Egészség! 4:10 lesz pontosan, 5 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, nem mondom, hogy a hét utolsó munkanapján, nehogy esetleg érzékenyen érintse azokat, akik holnap is dolgoznak, mi nem dolgozunk, ünnepi menetrend szerint megyünk, illetve pontosabban a rádióban nem vagyunk, de dolgozunk, holnap van, holnap jubilálunk, János. Bizony! Az utolsó. Wundersön felvétel. Így van. Egy kerek évforduló. A 9. Hol, igen, kolcintunk. Oda csaptok az utolsóra? Nem. Nem oda csapunk. Szeretlek. Nem. Oda vágunk. Na, ez az. Oda. Olyat oda vágunk te, hogy magadhoz nyúlsz. Ki az a vendég, akit meg lehet említeni? Senki. Oké. Okay. Senki. Nagyon jó. Ki lesz a speaker? Nem, senki. Általában az utolsó nem pillanatig nem mondjuk el nekik, hogy hova kell jönni. Senki nem lesz sehol. Bezárjuk a stúdiónak az ajtaját. Senki nem lesz sehol, igen. Csabi lesz a konferencia megint. Nagyon jó. Annyira jó volt, hogy benne találtuk meg azt, akire mi igazából gondoltunk már legelőször is. Úgyhogy akkor van. Holnap már Szabin van, ugye? Holnap este már nincs. Ünnepi menetrendet dolgozik, de csak hét vagy napközben. Budapesten a Kálvin téren erősödik a forgalom, 7 fok van, nincs túl hideg. Holnapra lezsíroztam a Wundersön belépőmet, itt találkozunk. Anyám szerint az étbevonós Csoki Mikulás olyan, mint a pánt nélküli papucs. Szar. Csumi Erik. Na ennyi. Erik. De Erik, gyere oda. Holnap? Igen, de gyere oda, mert a múltkor is volt, úgy emlékszem, azt jött, és akkor nem jött oda. Igen, gyere oda, Erik, nyugodtan. Így van. Janihoz. Így van, mert Balázsról ellentétben én megközelíthetem. Miskolc, Kazinci Ferenc általános iskola, ja nem, ez azt hiszem, amikor minden helyszín most Mikulás könyörgést, kérést, kívánást, közlekedésnek nézek, mert hogy tényleg rengeteg. Csak mondok egy-két helyszínt, hogy hova várják a Mikulásunkat. Pécs, nagyon szeretnék. Aztán Margit-sziget, Mezőberény, Budapest, Cegléd, Szeged, Kőbányai, Gépmadárovi, gyerekek, Dankó utca jóvodába is szeretnék, hogy elmenjen a Mikulásunk. Fóris Gyurika, 17 kiló, valaki lemérte. Fóris Gyurika, nagycsoportos, 17 kiló. Menjen oda a Mikulás, mindenképpen Gyurika 17 kiló szaloncukorral lepni meg a többieket. Hát, és hát Székesfehérvártól kezdve tényleg rengeteg helyszíre szeretnék a klassz Mikulást. Nem sokára kapcsoljuk még, megy egy helyszíre, és utána Csabi veszi át majd a Mikulás irányítását, és ő is küldi még további helyszínekre. De most a Margit szigetről kiírt? Az állandó lakosok, mind a hárman. Vagy mind a három állandó. Igen. Mi van a Margit szigeti szatírral tényleg? Elkaptak vagy kettőt a múltkor, még ugye a nyár végén vagy ősz elején volt ez, hogy egyre számítottak, de aztán kiderült, hogy ott többen is tevékenykednek, és kettőt elkaptak. Két hete odajött valaki hozzám, te is emlékszel, csak te el tudtál tőle menekülni, és aztán engem fárasztott. Hát, odajött hozzám két hete valaki a Margit-szigeten, és azt mondta, hogy menjek oda, mert mondani akar valamit. Janival voltunk. Mondom, mondjad barátom. Ne, hogy vonuljunk el a kocsi mögé. Jani beült a kocsiba, nagyon rutinos volt. Annyira gyorsan reagálok már ezekre a dolgokat, ott hagytam a barátjával. Ott hagyod a kis barátjával beszélgetni. Tudod, mit mondod egyiket a srác, azért ezt gyorsan mondjuk el. Ja, és itt van veled a Feri. Mondjuk most képzeletet, hogy... Rettenetesen benyalott ezeket mindig, hogy még életedben egyszer nem néztek annak, aki vagy, ez is szenzációs egyébként. Tényleg döbben. Mondja, hogy menjek vele a kocsi mögé. János, tudod, beül a kocsiba, bezárja magát. Menjek vele a kocsi mögé. De egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon lepukkant kinézetű, ilyen tényleg ilyen hajléktalan forma, de fiatal srác. Egyébként tudta ki, hogy minden képbe volt. Elmondjak neked valamit, Balázs? Ezt már tudod, hogy igen. Lesz így. Elmondjak neked valamit? De ügy lesz belőle. Mondom, tudod én meg. Nehogy nem mondanád el. Hát ha valaki, akkor nekem mindenképpen imádok velük beszélgetni. Nagyon szeretem. Persze, hogy mondd el.
Biztos, de nagyon nagy baj lesz belőle. Hajolj közelebb. Jó, mondom, mondja. Én vagyok a szatír. És ezt így betolt, hogy ő a szatír. Mondom, ne, nem te vagy. De. Én vagyok a szatír. És mindezt egy hosszú ballonkabátban, nagyon-nagyon zavaros tekintettel. Kapucni a fején. Tehát egy te szatír volt. Elmondta, hogy ő a szatír. Tudja, hogy egyébként hol nézegeti a csajokat, meg elmondott különböző helyszíneket. És mondta, hogy nem sokára fel fogja adni magát. Igen. Hogy bemegy a rendőrségre, és feladja magát. Aha. Nem sokára, és hogy ő a szatír. Majd, ha bevarnak, akkor elhiszed te is, Balázs. Igen, és ilyeneket mondod, tudod. Hogy majd, ha látom a hírekbe, meg majd, ha bevarják, akkor el fogom inni. Kérdeztem, hogy hát mutass valamit, testvérem. Hál' Istennek nem mutatom. Ha igazi szatír vagy, mutass valamit. Tehát lehet, hogy találkoztam a szatírral. Persze, János, hát ezt már csak... Ja. Hátul a tükörből nézte. Hátul a tükörből nézte, végig bemenekült az olyan autóba. Olyan szintre fejlesztette már a rugalmas elszakadás nevű akciót, hogy abban a pillanatban, hogy Balázs! Na, ebben a pillanatban én már 20 méterre vagyok, beszélgessetek. Én nem tudom, bennem látnak valamit. Igen. A megértő ember. Valamit látnak bennem azok, akik nem teljesen százasak. Keresik a társadalmat, megválnak itt a rádiót, mindig engem. Tehát, hogy ilyen típusú emberek soha nem titeket. Valahogy kicsit zavarosak, kicsit furák, kicsit mindig hozzám jönnek, nem tudom miért. Ekkor elárulom neked a titkot. Mert ti külditek. Pontosan, mi ugye előmegyünk ki, és az, figyelj, ezzel a problémával csak a főnököt keresem. Én most a Balázs. Én most rólnak, de Balázs még benn van. Na most mi van, ha az igazi szatírral beszélgettem? Tehát mi van, ha tényleg jó volt? Nekem fel kellett volna adnom a rendőrséget? Kellett volna azt mondanom, hogy barátom, várj egy kicsit és hívni egy rendőrt? Hát ez a szatír a Margit-szigeten lányoknak mutogatta a csúnyáját, igen, nőket ijeszgetett, az egyiket folytogatta, elkapta. Most ha én... És feltételeztem, hogy ő volt, nem volt jó formában. Tehát, hogy nem volt összefüggés abban, amit mondott sok. Akkor mi van, nekem szólnom kell ilyenkor, ha valaki oda jön hozzám, és azt mondja, hogy én egy szatír vagyok, nekem azt jelentenem kell? Szerintem igen, ki kell vizsgálja a rendőrség. Nem, aztán majd ők eldöntik. Ha ő bejelenti, akkor köteles kivizsgálni a rendőrség, de neki nem kötelessége bejelenteni. Ki az az ő? Ha Balázs bejelenti a rendőrséget, igen, de neki, Balázsnak nem feltétlenül kell bejelentenie. Csak utána van kivizsgálás, ha már ő. Lett van, hát le fogják. Jó, de ilyen alapon én érted, akkor én meg Martin Bormann vagyok. De eltűntem a Berlin ostrománál, keressetek már meg. Na jó, érted, csak és most feladom magam. De nem, én tök komolyan utána kezdtem gondolkodni, egyébként már te is kiszálltál az autóba, és azon gondolkoztam, hogy mi van, ha ő most valójában az, és mondjuk délután belkap egy kislányt, vagy egy idősebb embert, vagy valakit, érted? Tehát akkor ott nekem most ott szobroznom kellett volna vele, aki fél év egy kocsi mögé egyébként tényleg szatír kinézetű ember, és elmondja, hogy ő a Margit-szigeti szatír, és nagyon röhög, és elmondja, hogy egyébként kit fogdosod, és tényleg azt az ügyet mondja, akkor mit kellene csinálni? Megvárom, míg jön a rendőr. Igen, azt mondod, hűl, eszembe, jó, persze, te vagy, ne hűlj már, jó, persze, majd nézzünk a rendőrségen, meg a fotókon. De hát az ember ezt nem hitte el. Így addig szóval tartod, és közben rendőrséget hívsz. Igen, azt mondod, várj egy picit, elintézek egy telefon, de várja, meg még beszélgetünk. Halló, rendőrség. De olyan egyértelmű volt a szituáció, hát látod, én is mondtam, hogy szia, nem ő, én vagyok Balázs. Ja, haj, te Feri vagy. Én sem nem bolondoz. Na mindegy, elkapták azóta? Tényleg mi van a Margit-szigeten? Kettőt is. Kettőt is elkaptak? Az egyből. Igen. Lekérjük a fényképet? Ha mutatsz a fotót, veled? Megmondom, hogy ő volt-e. Igen. De mit akart velem a kocsi mögött? Ez az. Hát, bűntársat. Mondjuk ott bármit csinálhatott volna velem, nem bármit, szálltál volna ki. Bármit, de ott nyugodtan elüldögész ott a melegben, ott birkozok hátul valakivel, már fölpacírozom a hátsülésre, meg nem tudom, de vidáman üldögéltem. Hát te kerested a bajt, érted, akár el is hajthatunk volna rögtön, de te nekem mindenkivel beszélgetni. Megálló, persze, figyelj, megszólít, oda jön, kérdez. Gondoltam, hogy beszélgessünk vele egy kicsit. Fotót keresel? Keresem. Van. Na mutasd, megmondom, hogy ő volt-e. Azt mondja, várjál. Rendőrségi fotó? Igen, rendőrségi. Figyelj, Jani, mert te is láttad az embert. Hát, megnézem. Ki van maszkolva ugye az arca, de azért hát, ha így kicsit kopaszodó, hogy azt nem láttad, mert csukol. Nem ő volt. Nem, akkor nem ő az egyik, és nem ő volt. Megnézem a másikat. Nem, ez egy idősebb szatír. Már a tiéd az idős? Nem, nekünk fiatalabb volt. Aha. Egy fiatalabb szatír volt. Na jó, van mindegy, oké. Nem, ez biztos, hogy nem ő. Peti, etessünk el, megyünk tovább. Peti összegezte a hét híreit. Sok minden történt. Valaki azt írja, sziasztok, az, hogy hozzád mennek Balázs, az a nagyszerű Balázs hozomány. Lehet, hogy ezt látják bennem? Hogy én megértem őket, és beszélgetek velük? Hát,
Igen, igen. Hogy most így belegondolok jobban, őt inkább hozzád hívták volna, mint a Mónikához. Hát üzemképesebb volt, mint egy átlagos Mónika szereplő. Így van, így van, azért nem volt olyan rozoga. Most nálunk azért üzemképesebb fiatalok. Jó, hát érted. Szóval egyébként Mónikát is meg lehet érteni, azért 2000 adást megtölteni vendégekkel. Én nem csodálom, hogy megbolondult. Már nem úgy, hogy bolond, hanem hogy... hogy kicsit. Őt is hívtuk egyébként. Nem adott még egyértelmű, nem, de most már szinte biztos. Meghívtuk a műsorba. Igen. Jöjjön el. Beszélgessünk. A Talk Show nagyasszonya. És? Magyarország oprája. Nevetett. Mókásnak találta egyébként. Ő most a TV2-nél van. Vagy hol? Nincs? Mit csinál? Egy darabig volt. Háttéremberként? Ne. Majd kép... Mi van? Hát nem látom képernyőn, csak azért kérdezem. Szerintem a Super TV2-re hívták. Igen, hát ez meg volt így lebegtetve, szellőztetve, hogy lesz egy közös műsorok, aztán egy időre azt így úgy tűnik, hogy a két nagyágyú nem fért el, mi? Igen. Nem akart eljönni. Na mindegy, mutatjuk, miről énekelt a mi drága Petink, összegezte a hét híreit, ugye Nagyport kavart Sobert Norbi dala, amit ő ugye egyfajta meglepetésnek szánt a Rékának. Ez egy szerelmi vallomás volt, a sokadik a sorban, de nagyon-nagyon tetszett nekünk. Igen, elénekelte a Féltelek című dalt, vágott belőle egy videoklipet. Azt se tudom kiverni a fejemből, az ő változatát. Igen, és föltette a Facebookra, megosztva ugye mindenkivel azt, hogy ő hogy szereti a Rékát, amivel egyáltalán nincsen semmi baj, az énekkel már sokkal inkább. Ezt továbbra is tartom magam, igen, hogy cuki. Igen. Cuki dolog. Nagyon cuki. Csak hát akkor is. Tényleg cuki. Inkább képregényt rajzolt volna. Igen. Na meghallgatjuk Norbi, mit énekel, vagy Norbi, Peti, mit énekelt Norbiról. Mikor a Norbika éneke száll, az ágyról lefogja minden madár. Na most a párodnak vagy az országnak énekelsz, mert engemet egy csepet sem érdekelsz. Norbika, Norbika, úgy kérlek, nyomasd inkább az update-et. Azt is csak úgy szépen halkan, ne vrítsál már minden labba. Nincsen épp jó hangod, vágod a bagzó macska szebben nyávok. Kár, hogy nincs már Mónika Show, mert ez a sztori abba való. Hogy hallassalja az ország világ, szebb lett volna egy csokor virág. Titokban is meghittem, na azt azért nem hittem, hogy ez nem egy reklámfogás. Beszólnak, azt megy a sápítozás. A rossz leányok régen tudják, ki sarokra áll, azt halomra. Egy egész ország vadul rátszal, nem lehet mindenki nátszal, de az meg aztán érdekes, hogy bárki lehet énekes. Mikor a Norbi a fejekbe száll, akkor a Norbika nagyot kaszál. Lehet, hogy most őt éppen osztogatom, de ezzel is az ő szekerét tologatom. Mikor a Norbika éneke száll, az ágról lefogja minden madár. Most a párodnak vagy az országnak énekelsz, mert engemet egy cseppet sem érdekel. No! Peti! Jó. Oké, Peti csinált egy Mikulás dalt is, hiszen ma Mikulás van, sok gyerek kap remélhetőleg ajándékot, ki kisebbet, ki nagyobbat, a kis csizmácskájába, cipőjébe, és ez megihlette Petit. Ez egy új dal egyébként? Ezt nagyon remélem. Nagyon remélem, nekem is ez jutott eszembe, hogy tavaly volt-e Mikulás dala. Igen, hogy most megint elsüt valamit, amit már máshol elsütött, vagy most mi a fene van? Igen, mert simán nem tudom kézzel, hogy most már olyan régóta csináljuk, hogy minden páratlan évben elsüti ugyanazt, illetve minden páratlan szintén van egy verziója, ugyanarra a témára. Hát meg volt már két témája, gondolok, hogy mi legyen a harmadik. Így van. Basszus, hát a Mikulás. Jaj, de magas labda leütő. És átolja a tavalyit, vagy a tavaly előttit. Na, Peti énekel a Mikulásról meg is. Parti, Miki, gyere, várunk már, tuti télanyók meg hullos bár. Tudjuk, van zsákokban minden jó, egy évig nem volt semmi ég a mogyoró. Megjött Miki, cső meg hello, Mikkel fölcsös, okos teló. Hozzám aztán hiába szaladsz, nincs okos teló, mert hüle maradsz. Hol van már egy télanyó, puttonyozni volna jó. Ez egy gyermek ünnep, tudom, vágom, nekem meg már teli a zsákó. Uncsi már a tej meg keksz, inkább fia, meg egy kis szex. Hulla pejhes, fehér hó, egy Stól Andrásnak volna jó. Kezdődjön az északi sarki, havathányós Mikulás parti. Rén előttem, rén utánam, rén állom az Elmúd utcában. Öreg Miki nem vintata, gyerünk lányok, pár nagy csata. Ho-ho-ho-ho, ez de durva, télanyót két szarmas húzza. Télanyó itt van, hó a zsunája, ostor a kézben, bőr
a tangája. Zsák, zsák, teli zsák, harosz voltam, s gembák. Hop-hop-hop-hop-hólapát, fogd meg a Mikulás, hófa, hoppá! Parti Miki, gyere, várunk már, tuti télanyók meg hullos bár. Tudjuk, van zsákokban minden jó, egy évig nem volt semmi ég a mogyoró. Gyerekek, ez volt. Volt, de jó. Én volt, megadom. Ezt áttolta megint rajtunk. Igen. Én a felére már nem emlékeztem. Semmi baj, hát nem számlázza le, nem? Hát ennyi. Persze. Okay. Jó, szerettük hallgatni, tényleg szerettük. Jó volt a dal. Bónuszba meghallgattuk. Na, a harmadik pedig Majkáról szól. Ugye Majka könyvet írt, és ebben sok mindenkit említ meg. Mar meg egy kicsit, ugye tulajdonképpen. És... valahogy én is belekeveredtem ebbe a könyvbe, pedig aztán hát ezt nem kell, legkevésbé értem, hogy hogyan. Hát úgy, hogy miatta hát lehettél te sztár. Igen, igen, mert ő majdnem ő ővé lett a Majka Show. Igen, igen. Ő az lett volna, csak ő nem vállalta el, mert tudta, hogy ez mindennek az alja, te viszont igen. Hát ha már a napilapok is rájöttek, hogy a példányszámot lehet növelni azzal, hogyha beléd rúgnak, akkor miért pont Majka maradt volna ki a szórásból? Igen, egészen furam, hogy azt hittem a Majkáról, mert nem mond nagyon rosszakat, jobban vagyunk kedvény. Nem, csak hogy mi történt meg, hogy engem majdnem kirúgtak az RTL-nél, amit a Kolosi cáfolt. Egyébként egyáltalán nem igaz, meg hogy én még csak azért dolgozhattam ott egy ideig, mert hogy más nem volt, de... mert aztól akkor karambolozott. Tehát én nem is értem, hát ez egyébként nem igaz. Tehát én bírom a Majkát, de ez hazugság. De mondjuk a Majka kapcsán el kell mondani azt is, hogy én egyébként nem vagyok egy nagy rajongója, de ettől függetlenül most az egyik ilyen képes bulvárban pont azt láttam, azt olvastuk, hogy megvédett téged. És ez egy nagyon korrekt húzás volt tőle. Igen, és aki most a Majka... Azt olvastam, az korrekt volt, így van. Aki most hallgatja, és a Majka ismerőse úgy hívja fel a Majkát, hogy a Majka ezután a beszélgetés után ne megint engem hívjon. Jó, azt megköszönném. Állandóan. De most mi volt? Amikor volt a dalával kapcsolatos Herce-Hurce, és ugye a Óven bácsék azt énekelték, akkor se értettem, mondom, elvéle, elmagyarázom. Aha. Pedig az pont pozitív. Az, igen, csak ő ugye nem hallotta, ez a tipikus, amikor valaki más hallja, és neki átadja. Hogy azt is add át, hogy ne hívjon, mert nem bántottuk most. Nem, illetve ha hívja, a Ferit hívja. Hát, ha bárki is hív, akkor az a Feri legyen, ezt is ebben. Na, meghallgatjuk Peti mit éneket Majkáról. Kicsikét teli a gatyám nekem, de azért mégis a Balást a számra veszem. Persze nem úgy, ahogy tette vele a Jani, remélem ezért nem lesz öri-hari. Hogyha ez a vagyonhoz a nagy titok, gyorsan én is a Baliról könyvet írok. Kik róla írnak, azt képzelik rajok, e dalban én is picit ma belemarok. Volt idő, mikor a megállóval túrázott, a kamera előtt egy öklömnyi túrórudi tevet. De közben felnőtt, nem látjátok, ha-hó, most már nem az a tizenéves hanoló. Osztja a celebeket, mint golyót az Uzi, és azt állítja tecár Szilárd egy bulispazon. Ilyen az élet, egyszer jófej, egyszer arcos, néha meg lecsapná egy ketrec harcos. Élőben nagy a feje, ez a való világ, de így is olvadoznak érte a pici lányok. Egyszer komolyan a Prána Nadik nyomatja, máskor meg röhögve a Pákó szólítja. Na gyerünk, Bali, nyisd ki a széfet, ezért a dalért is virítsál egy szépet. Ugye nem volt durva, de ha igen, akkor bocsi, befejezem, mert a végén nem lesz szponzor kocsi. Ez jó volt! Nagyon jó! Jó! Milyen jó, hogy én azt kaptam SMS-ben, hogy Peti megvéd majd, és ír egy olyan dalt, hogy kik vettek az utóbbi 2 hónapban a szájukra, úgyhogy könyvrészletbe valahogy belemostak a saját könyvükbe, hogy jobban tudják eladni. Ahhoz képest milyen korrektű megvédet. Én csak ilyen testőröket kívánok neked. Ez az igazi hátbaszúrás, tudod? Igen, amikor így állsz, ellenség, harcolsz, egy darab ellenség van még, akit le kell küzdeni, és ilyenkor megszúrnak hátulról, megböknek hátulról. Én azt hittem, hogy belem a Majkába, de nem. Az csak egy kis felvezetés volt. Egy igen. Kis porhintés az elején. Tudod, hogy mindig a dalok elejét hallgatom meg, belehallgatok, oké, ez mehet, oké, ez jó lesz. Onnantól kezdve, ahol már nem hallgatok bele, ott már azt írja egyébként a Peti, hogy nem volt a Mikulás dal. Akkor viszont elhisszük, hogy valami hasonló volt, de ez nem volt. Akkor elhisszük. Viszont azt mondja a Peti, hogy még meg is komolyodott, és van egy komoly linkje. Peti megmutatja a komoly arcát. De azt nem azt jelenti, hogy megkomolyodik. Aha. Ez most az interjú? Tessék? Ez interjú vagy dal? Nem, ez egy dal, de akkor ezt föltesszük a morningshow.hu-ra a Peti
rovat alá, és akkor ott át tudtok linkelni. Jó? Meg a Facebookra is föltesszük. Nem, föltesszük csak a morningshow.hu-ra a Peti alá, és akkor ott meg tudjátok nézni. Itt komolyan énekel egy dalt. Na. Oké, mi a helyzet a Mikulásunkkal, Anna? Hívod? Ott van? Megérkezett? Jó. Szuper. Hívjad? Igen, hív fel, légy szíves. Azt mondja, hívom, és így nézd be a stúdióba. Téged is megérintett már a szellemi. Más érintett meg, jó van. Kész. Jaj, de sajnálom azokat, ahova nem tudunk elmenni. Hát, nagyon sokan vannak. Szóval nagyon sokan vannak. Igen. Ahogy most számolom az SMS-eket, 8000 Mikulás kéne nekünk. Igen, döbbenet, hogy mennyien írnak. Oda tudjunk érni mindenhová. Tényleg, csak három helyre tudunk menni, ne haragudjatok. Cél volt az, hogy sok helyre jussunk el, de hát óránként mire átér a Mikulás, ugye, tehát azért az ő szárnya se olyan gyors. De a Csabinál folytatódik, tehát azok, akik írtak SMS-t, még hallgassák majd a Csabit, mert hogy lehet, hogy a reggeli SMS-t írók közül fog majd valakit visszahívni. Igen, és utána még Pirosnál is. És Pirosnál is, így van. Na, megérkezett a Mikulásunk, itt van újra, mármint hogy a Mikulás szólója a Whiteboy. Hello, jó reggelt! Sziasztok, öreget! Azt, mert csak így jó tanácsként annyit szeretnék mondani majd a Labázi Csabinak, hogy tehát egy véges a szaloncukor készletünk. Tehát most így dobtatok át nekünk két címet, az egyik a Smokkandor volt, a másik a Fekete Laci. Na, kérem még. Hol vagytok most? Kérlek szépen egy 40 fős céghez jöttünk el, akik azért írtak SMS-t, hogy soha az életben semmit nem kaptak, majd ezt a főnökkel külön. Főnökkel külön ezt, hogy meg kell beszélni. Itt emellettem Zoli, aki küldte az SMS-ja. Milyen céget pontosan? Ez egy villamossági nagykereskedés. Villamossági nagykereskedés, mind a 40-en itt vannak, ha jól látom, és készültek egy gyönyörű karácsonyi dallal. Hát nem tudom, hogy az óvodásoké vagy az újéké lesz, jó? Figyelj, azt meghallgatjuk, igen? Csak valaki ezt, tehát hogy a ne így atmoszférába tarts bele, valaki szájához közel, és akkor halljuk őt, meg a többieket, ahogy énekelnek, jó? Jó, tehát rendben. Tedd egészen akkor közel a mikrofont, igen, nyugodtan, menjél közelebb, jó? Most óriási menekülés kezdődött el, tehát férfiak, nők egyszerre tapossák egymást nagyon, hogy ki ne szerepeljen, és hogy ne legyen mikrofon közelebb. Na, halljuk az éneket! Három és... Felnőtt ember. Óriási. Jézusom. Végett a főszóla. De jók vagytok! Volt egy kicsit ilyen októberfesztes felhagyadek az egésznek, de... Igen, kicsit olyan már, mint a mindenki részeg lenne, de nagyon jó. Ott van az alany, aki küldte az SMS-t. Igen, így van, Zoli, igen. Adod egy pillanatra, Zoli? Hello Zoli, mennyit mutatott a mérleg? Hát elég sokat, 120 kilónyi szaloncukrot hagyott akkor a kis Klassz FM-es Mikulás nektek. Jó? Te írtad az SMS-t, hogy valaki önjelölte? Igen. Nem, én írtam reggel, igen. Reggel írtad, aha. Jó, de nagyon jó hangulatú kis munkahely vagytok egyébként. Hát összejöttünk most, jó a hangulat, így van. Igen. Na, fogyasszátok akkor egészséggel, ott hagyjuk nektek, osztogassátok szét. Jó, és köszi, hogy ti is minket hallgattok. Köszönjük szépen. Köszönjük, hello. Jó munkát nektek. Sziasztok. Ciao. Hello. Whiteboy, te itt vagy még? Itt vagyok, igen. Te mész tovább a Csabinál, ugye? Igen, megyünk tovább a Csabinál, és aztán egészen a Pirosig este 6-ig mi járjuk az országot, és óránként valahonnan mindig majd bejelentkezünk, úgyhogy lehet még mindig küldeni bárhol az SMS-eket. Igen. Ezt neked ma nem egy nyerő nap. Már hogy abból a szempontból, hogy te ma azért utazol egy keveset. De nem baj, jó ez. Igen. Oké, Whiteboy, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra, jó utat. Köszi, sziasztok! Hello, ciao. És egyelőre szerencséjük van, mert nem annyira gáz az idő. Legalábbis nem esik. Ezt így ránézésre megmondtad? Igen, egész jól működnek ezek a receptorai. Az, hogy nem esik, hát attól még lehet mínusz 6 fok, jeges északi szél, meg bármi. Hát esni nem esik, és szerintem egyébként olyan hideg sincsen. Majd kiraklak az esőbe. Nézzük, nézem még közben az SMS-eket. Oké, fél tíz múlt pontosan 3 perccel rögtön jönnek a nap legjobb pillanatai. 3:40 lesz pontosan 2 perc. Na, jó ez a dal, nem? Bizony. Kellemes. Ugye? Olyan nagyon jó hangulata van. Most valahogy ide való volt. Igen. Hogy megöleltelek volna. Kár volt beszerkeztem a Feri. Ó, ne haragudj. Mindennyiatokhoz úgy odabújtam volna egy kicsit.
Most passzoltanám. Én nem szeretem az ilyen lassú, meg ilyen picit ilyen melankolikus nótákat, de most valahogy passzol. Ezt tudod mi ez? Az a naplementés autózós. Én azt szoktam mondani. Meg kicsit ünnepi. Tehát, hogy ezt berakod karácsonykor, nem akarsz nagyon klasszikus karácsony dalokat hallgatni, akkor igen. Vagy egy ilyen naplementés autózós, igen. Nyugiba, csendben. Öled be a lány feje. Igen. Hát, hogy ne. Hagyd döccenjen, hagyd döccenjen. Nem, ez nagyon jó. Még egy fekvő, rendben. Még. Oda bújtam volna, most visszaöleltetek volna? Nem. Nem? Nem. És oda szaladtam már, volna, és így megölelgettelek? Már így is több van köztünk, mint amennyit szeretnéd. Valaha. Jó, holnap kilépek az életedből. Vége lesz. Hétfő hajnalig. Hétfő hajnalig. Hiányozni fognak még az együtt eltöltött hetek. De addig még ráteszünk egy lapáttal az elmúlt hetek. 7 perc van pontosan 10 óra, ami főnökünket is a Mikulás hozta már 42 éve, időszerű lenne, ha visszavinni. Címünk Market körút 43-45. 60 kilót nyomunk, 15 óráig itt vagyunk az irodában. Csabikám, jegyzeteljél, mert hát az mindenki Mikulás lázban ég, az egész ország azt akarja, hogy a Klassz FM-es Mikulás hozzámenjen, úgyhogy lesz munkátok bőven. Szavaztam. Hello, Csabi. Tegnap óta ezt csinálom egyébként. Hihetetlen az SMS falunk mit produkál. És hát megvannak azok a címek, ahova mindenképpen el kell menni, de az mondjuk 8-szor annyi, mint amennyi beleférne egy adásba. Igen. Te hány órát, vagy 5 órát, akkor neked az 5 cím, ugye? 5 cím, igen. Piros, 2 órát van? De szerintem minden megszólalásban lehetne egy Klassz Mikulás, de tényleg nagyon sokat. Igen, ennek csak egy időbelű, ilyen, nem tudom beszélni, annyira fáradt vagyok, hogy tehát nem ér át. Mennénk mi 4 helyre is, csak egyszerűen nem ér át. Tehát azért muszáj legalább egy órát várni, hogy már rohan a következő helyszínre, egy 3-4 óra jelentkezik, mert nálad már 10 perce úton van. Tehát egy órát utazik mindig. Igen, majd levonjuk a tanulságokat, és jövőre egyszerre 100 Klassz Mikulást útnak indítunk. Hát jó lenne. Vagy megyénként egyet, tudod. Te mersz aztán nagyot álmodni. Te gondolom a Magyar Olimpiában is hiszel. Igen. És a kérdő körbeérő M0-ásban. És a Mikulásban is. És a Mikulát, abba tessék hinni. Az jó. Nálunk már ma már volt. Na, mi a recept, Feri? 8 recept van már. Atya Isten. 8, érted? De nem vackozunk. 8. De mi készül? Adventi sütik. Az, amit ma reggel ettetek többek között. Az kiváló volt. Úgyhogy azokat megcsináltam, megfotóztam, főtettem. Hát emberek, a mákos, mascarpone és ricotta. Bocsáss meg, azt nem csináltál idén, és ezt egy picit sajnálom. De jó van. És hogy a mascarpone-t milyen ügyesen kiváltottam ricottával. Mindig mondta nekem a János, hogy a mákot a mascarpone-val imádja. A bocsássatok meg egyébként a két dolog, többé-kevésbé kompatibilis egymással, tehát lehetne azzal is. De nem fáj nekem, mert nagyon finom volt a rikattás is. Az a nagy kuglóf, az akár karácsonyra is jó egyébként. Tehát olyan receptet csináltam, hogy akinek van kedve, nem kell hozzá nagyon sütni tudni. Tök egyszerű receptek. Van közte olyan, ami már a karácsonyi vacsorára is jó desszertnek. Ez például szerintem ez a kuglóf kiváló. Ráadásul azért azt hagyd mondjam el, mert sokkal hitelesebb, hogyha én hájpollak, hogy még az elmentes övezet gurúja, császár, a padisahja is elégedett lenne, mert hogy, ugye, nyírfa cukorral vannak édesítve ezek a termékek ottan kint. Így van, úgyhogy nem is ízlalnak, meg nálam nincs nem olyan színezék, ami nem természetes. Uh-huh. Tudod, tehát, hogy én ezeket mind kerülöm, most cukor sincs benne, hanem nyírfa cukorral van megédesítve, de ugyanolyan odaírtam a receptbe, hogy ugyanannyi mennyiség kell cukorból, ha valakinek mondjuk a nyírfa cukor drága, bár lehet azt is olcsóban venni, akkor cukorral is meg lehet csinálni. Hát egyszer-egyszer lehet bűnözni. De lehet bűnözni. És félteleket mikor jönnek lett fel? Én már ezen túl vagyok. Már nagyon. Úgy akartam azt, hogy végre már. Úgyhogy van 2 adag, és mind a 2 fönn van a Facebookunkon, már hogy 2x4 sütemény van fent. Ott a recept, ott a fotó. Tessék gyakorolni. Háziasszonyoknak kiváló. Főzni, sütni, készülni. Hívjuk a nap hallgatóját gyorsan, aztán Csabinak átadjuk, hogy tudja majd irányítani a Mikulást. Van már cím vagy ötlet? Ötlet van. Ötlet van, hogy hova menjen. Jó. A hírek után ki fog derülni. Helyes. Na? Morning show! Az bizony! Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, nem írtad alá. Péter vagyok. Hello, Péter. Peti, hol hallgatsz minket? Jelenleg a Szentendrei úton igyekszek az Árpád hídra feljutni. Sikerül, vagy dugóban? Á, most teljesen normális a forgalom.
normális. Na, ugye a hidegről beszélgetünk, illetve a szatírról, arról a szatírról, aki elvileg a szatírnak mondja magát, 9 óra után ugye elmeséltünk egy történetet, Jani, hogy meglepett minket, és nekem elmondta, hogy ő a szatír. De aztán végig is kiderült, hogy nem őt kapták el. Ugye te ezt a kettőt, a hideget és a szatírt összekötötted, és azt írtad, olyan hideg van, hogy a szatír is csak elmeséli, mi van a kabát alatt. Ez szellemes volt, szerettük. Úgyhogy ezzel te lettél a nap hallgatója, és egy nagyon szép Klassz FM-es Morning Show-s ajándékcsomagot küldenénk neked. Szuper, köszönöm szépen. Plusz a külön ajándékot is megkapod. Így majd, van. Mint a hármas okolásban. Ez a végén a svéd csava. Igen, igen, mindenféle szép kis dolog van benne. Igen. Jött a Mikulás neked reggel? Találtál valamit a cipőben? Nem, abszolút semmit. Semmi? Most elkezdett havazni, ezzel beköszöntött. Itt na. Békás Megyeren. De senki nem tett semmit a kis cipőcskétbe? Nem, 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 nem volt semmi meglepetés. Nem volt semmi. Na jól van. Oké, okay, jó hétvégét neked, ha holnap nem dolgozol, ha igen, akkor jó munkát, és köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Köszönöm nektek is. Hello. Sziasztok. Fog fulladni. Csabikám, remek zenék? Remek zenék, és most mondom válaszként Ferirenk, hogy nem leszek Szabin, holnap egy... De mi történt? Holnap mi normál hétvégét hogy tartunk mindannak ellenére, hogy ugye munkanap lesz, tehát a reggel az Argyalán Kriszta jön, mint ahogy ti sem vagytok, és aztán délután meg akar. De ügyesen kihúztad magad, te! De Szabin leszek. Szabin leszel, mi? Persze, viszont megyek majd hozzátok, és aztán meg este Karamell koncertre holnap, és ha már itt tartunk, akkor hadd mutassam meg nektek a következő órában Karamell újdonságát, az a cím, hogy Süsfel nap. Fényes nap. Fényes nap, ez. Ez. Remixel, ez így konkrétan nincs benne, de a Süsfel nap az igen. Meglepődtem, hogy a Karamell a nagy koncertje előtt, két nappal ezelőtt beszéltem valakivel, aki ismerte a Karamell, de már nem emlékszem, hogy ki volt. Nem, nincs ebben több, mindegy, nem. Hogy nagy koncertet adott Debrecenben, és én azt hittem, hogy az előadók, mint egy aréna koncert előtt, egy hónapig nem koncerteznek sehol. Ez és fura volt, mert azt mondta, hogy Debrecen nagy koncert. Mondom, most volt az aréna koncert, és nem, az két nap múlva. Mondom, Debrecenben ad egy nagy koncertet a Karamell. Nem úgy csinálják az előadók, hogy mondjuk egy aréna koncert előtt egy hónapig kicsit kiéheztetik a... De nem, mert ez egy főpróba, és ráadásul Debrecen van egy akkora város, van egy akkora közönsége, és van akkora csarnoka, hogy nyugodtan meg lehet tartani, ott is egy nagy koncertet. Összelőtték akkor a setlistját. Valószínűleg ugyanazt a koncertet adta Debrecen, ja. Amit fogadni nem, talán, holnap. Talán a Huligánszor hallottam, hogy ha ők nagy koncertet adnak, vagy arénát, vagy egy szimát, akkor előtte egy másfél hónapig nem mennek sehova, pont azért, hogy még Debrecenből is elutazzanak a koncert helyszínére. Egyébként tök mindegy. Jól van, Csabi jön a kívánság műsorra, mi nem vagyunk holnap. Jövünk hétfőn? Hát, benézünk. Jövünk hétfőn, 6 órakor, szép napot nektek. Sziasztok! Ciao, ciao.